Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Már csütörtök van, eltelt ez a csúnya gonosz szerda. A csütörtök már sokkal jobb. Mindenki ellensége. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Hello mindenkinek. Mindenki ellensége, az enyém legalábbis nagyon. Tegnap nehéz. Nehéz napom volt. De ma már azért sokkal jobban vagyok. És csak attól, hogy csütörtök van, vagy változott valami? Nem tudom, úgy egy kicsit, és azt úgy felkeltem, nagyon rosszul aludtam, de valahogy mégis lelket tartott bennem azt, hogy már csütörtök. Ilyen 2-től fönn voltam 4-ig, aztán 4-kor visszaaludtam, és akkor aludtam ilyen 5-ig, 4-6-ig. Körülbelül ezt tudtam produkálni. Tudod, van az, amikor járnak a fejedbe a gondolatok, és nem tudsz aludni, és alszik a család melletted békésen, feleség, gyerek, nem. Kicsi, feleség, nagy gyerek ebben a sorrendben, lapítanak, mint a róka család, érted? Te meg ott vagy magányosan. Mélyén, te meg ott vagy magányosan. Te gondolsz egyet, és felébreszted őket, hogy ne legyél már annyira magán. Utána elkezdesz kamuásítani. Nem, ilyenkor néma csendben csinálom mindezt, de nem tudtam jól aludni. Jól aludtatok? Minden oké volt? Jó volt. Igazak álmát? Igen? Uh-huh. Én valamilyen nem. Jó volt. És milyen problémák gyötte? Jaj, a Brexit! Nem tudom, úgy valahogy ugye csomó minden járt a fejembe, és aztán így... Na, ezt igen, vagy ilyenek? Nem tudom. Tudod, valamikor úgy minden a fejedbe jár, és akkor úgy nem kavarog. Tudsz. Kavarog minden. Jövő héten, nem. Kedden este, majd küldünk neki SMS-t, hogy holnap Balázsnak, ja. Hogy holnap reggel csütörtök, vagy próbáljuk meg megtéveszteni. Hogy igen, és akkor úgy jössz, hogy így de jó csütörtök van. Igen, nem az egyébként nem valami. Nem lenne rossz. Valami legyen. Igen, viszont ami tegnap nagyon nagy örömmel töltött el, tudom, hogy utáltok a teniszt, de gyerekek, az évszázad meccse volt tegnap. Ne csináld. Hát... Három. Na most ez valahogy nekem teljesen kiesett. Három meccslabdáról jött vissza Roger, 5 szettet játszott, 3 meccslabdája volt a Csilisnek, megfordította a Wimbledon őrjöng, aki látta, azt mondja, az évszázad meccse, az évezred meccse, az univerzum meccse volt. Kivéve a Csilics rajongók. Goran Ivanisevic Csilics edzője, biztos nem így gondolja, figyeljetek, egyszerűen elképesztő volt. Elképesztő volt, le kellett mennem közben a gyerekére az óvodába. Egyszer kimaradt, de a döntőszedre megint otthon voltam, az elején megint otthon voltam. Ezért kiírtad az örökségből, beszéltünk az ügyvédeddel, hogy tépjék szét a borítékot. Igen, kész, ugrott. Így van. Ugrott a Ferrari, és minden, ami az örökségben benne van, bárcsak benne lenne. Szóval, hogy nagyon nagy meccs volt, és Roger egyre közelebb a Wimbledoni döntőhöz. Az jó. Nagyon jó volt. Kivel találkozhat még, aki megállíthatja? Most a Raonic-a játszik, aztán szerintem a Murray. De én mondtam a Roger Murray döntőt, én megmondtam már pár napja. Az a baj, hogy mondjuk a Muraj. A Muraj is megtáltosodott attól az érzéstől, hogy nem kell a gyokóval találkoznia. Jó lesőérzés. Elébredt aznap reggel. Igen, ott tényleg levegőbe csapott az egész család. Nagyon másodulunk a testvérek is. Én úgy izgultam, egy barátommal SMS kapcsolatban voltam, üvöltöztem a tévé előtt, vertem a combomat. Föl kell. Igen! Ez az! Ilyeneket hallott a Viki lentről, nem értette szerintem, hogy... Mi történik? Hogy mi van, néha Noel följött, egy kicsit ültött meg. A kék pirulában még lehet bízni! Igen, az még működik. Jövök! Szóval, nagyon izgalmas volt. És 3 meccslabda, hát az onnan már nem jönnek vissza emberek. Igen, az olyan, mintha nyerne, az már nagyon olyan, hát főleg, hogy ugye, hogy nem te szervász, jó, kapsz egy jó szervát vége, és visszajött. Egyszer, kétszer, háromszor. Te. Hanyadik lehet ez neki? Micsoda? A Wimbledoni győzelem. Hányadik Wimbledonja lenne? Mm-hmm. És ott kérdezem, vagy a 7. vagy a 8. Grand Slamben a 18. A Wimbledonban vagy a 7. vagy a 8. Talán a 8. De most nem, 7 vagy 8. Valamelyiket érezd igazabbnak. Mm-hmm. Nem tudom, hogy melyik. Aha. Azt hiszem 8. Te már írja belőle a 3-as ugrás kérdést, azért kérdezte. Igen, 7 vagy 8. 7 vagy 8 Wimbledon. Nem, jó, nem akarok erről többet, mert tudom, hogy nem szeretitek annyira. Akkor küldesz neki egy SMS-t, vagy egy táviratot, vagy egy csokorvirágot, vagy egy viszonylag drága desszertet, és egy bocsánat kérő kis certit, mert azt mondtad, hogy soha nem fog már nyerni Grand Slamet. Hát én azt mondtam, igen, de már egy hete leírtam magamnak. De a fülébe jutott, és ez spanolta. Akkor most megmutattam ennek a Sebestyén Balázsnak. Igen, hát látod, a gyoko fölényét, ezt mondtam, hogy ez esélytelen, de most, hogy gyoko nincs, ez,
ez most még meg lehet. Ez most még meg lehet. Mindenki úgy játszott, mint régen, mint fénykorában gyerekek. Szóval elképesztő, elképesztő volt. Portugália meccset kiláttam, kicsit olyan téma, ami többeket érint. Én elaludtam, jó volt? Néztem, hát az első fél idő az gyenguszka volt. Annak az elejéről le is maradtam, de ahogy láttam, aztán az összefoglalóban semmit nem veszítettem vele, viszont a második az kifejezetten jó volt. Hát ez gyakorlatilag tehát ez egy 3 perc alatt eldöntötték ugye a továbbjutást. Cristiano Ronaldo gólt lőtt. Gólt fejelt, igen. Gólt fejelt. Úristen, gyönyörű volt. Gyerekek, figyelj, nem tudják, nem olvastam egy cikket, hogy nem tudnak vele menni a hátvédek, mert valami 1.30 vagy 1.40-et emelkedik. Igen. Nem tudsz vele fölugrani. Most az volt, egy emelkedik kell. A csávó. Most az volt, hogy nagyon egyszerűen megoldott a dolgot, ugyanis az első fél időben a bal oldalon játszott, és a bal oldalon volt egy olyan belső védő, akivel nem bírt, aki pont ezeknél a fejeléseknél ment vele együtt, és talán még egy picit nagyobb is volt a súlypont emelkedése. Mit csinált ez az okos ember, vagy az edző súgta meg neki, hogy másik oldalon. Nem viszont másik oldalon. Hát nem áttette az edző. Aha. És volt, viszont nem volt. És hát miért nem ment vele? Másik, hát ezt érdemes megnézni. Az konkrétan olyan ilyen, mint hogyha egy oktatnák az egészet. A csávónak olyan, tényleg, olyan súlypont emelkedése van, hogy az valami félelmet. Ugye ez a fejem fölött. És ezért zseni. Itt a Lipótiba. Ezért zseni, mert eldönt. Eldönt egy meccset, basszus. Szóval, hogy ennyi. Villan egyet, és ott és beviszi a csapatát. Második gólba is benne volt. Tehát ott gólpassz volt. Hát ott fene tudja, hogy most minek szánt a gólpassznak, vagy pedig ténylegesen eltörte a labdát. Minden esetre az is jól jött, úgyhogy majd úgy írják be, döntőbe jutásért, igen, egy döntőbe jutásért egy gól, egy gólpassz. Tehát, hogy világklassz is, gyerekek. Ott szóval lehet, hogy tudjálni meg a zselézet hajmány. A 90. meccsükön tudtak a 90 percben győzni. Tehát, hogy akkor győztek, amikor kellett, ott vannak a döntőben. Igen, ez vicces, hogy eddig így el voltak, most nyilván nem fociztak eddig se rosszul, de jó kis döntetlenekkel előre meneteltek, és akkor, amikor kell, akkor azért. Amikor kell, akkor azért. És tudod, formán kívül van, nem lőgolt, nem megy neki, és gyerekek, amikor kell, időzít, és amikor egyre nagyobb teher van rajta, akkor meg gólt lő. Hát ezt így kell. Ezt így kell csinálni. Hősi érdekes lehetett volna ez a Velszi döntőbe jutás, már hogy így például volt a Velszi szövetségi kapitány, azt mondta, hogy hát most a Velsziek nagyon csalódottak ám, mert hogy nem jutottak döntőbe. Á, ez így életük eredménye első, így is. Első EB-én tudod a csapat, ja. És akkor gyakorlatilag ilyen sötét lóként érkeztek, akkor nem lehet tudni, hogy meddig fognak jutni. Hát gyönyörű szép teljesítmény. Igen, gyönyörű. Életük teljesítménye, de hát ilyenkor nyilván már mindenki csalódott, nem arra gondol, hogy de jó, hogy eddig eljutottunk, hanem milyen jó lett volna, ha még tovább megyünk. Igen. Szóval most nézem a fejes gólt, hát elindítottam magamnak. Nem tudsz vele menni. Olyat emelkedik a csávó, hogy egyszerűen fantasztikus. Tehát a zsinóról húzzák fel. Oktatófilmbe való. Abszolút. Ezt így kell csinálni. Azért 1.30-at emelkedni, azért az nagyon kemény. Az kemény. Az nagyon kemény. Ez egy atléta, hát úgy szokták mondani, hogy nem alapvetően mondjuk a testalkatát tekintve, meg a fizikai paramétereit tekintve, ő inkább atlétának számít, mint labdarúgónak. Állítólag 60-on, teljesen 60 méteren, síkfutásban partiba van. Mondjuk a középmezőnyével az atlétikában. Azért az is kemény, igen. Ezzel téveszti meg a többieket. Az is komolyan nőként, közben nem. Igen. Ez a második gól, ez igen. Hát ez inkább egy kapura rugás tulajdonképpen. Ő egyszer elengedte, és ott volt egy portugál játékos, amit te is mondasz, és belerakta a lábát. Hát ez, igen. Szóval ennyi. Ki játszik ma? A Németország, Franciaország. Ki jut be? Németek. Szerintem igen. Hát igen. Portugál-német döntő lesz. Portugál-német döntő, és meg is nyerik a németek szerintem. Igen? Szerintem igen. Aha, én megtenném őket. Nagyon egységes csapat. Nagyon, nagyon. Hát azért csak megnézzük a döntőt. Nem? Az mi vasárnap? Szombat-vasárnap valahogy úgy, ugye? Vasárnap, én ezt a mait is azért abszolválom, kíváncsi vagyok. Egy kis foci drukker lettél, vagy foci néző. Nagyon néztem mi meccseket, de nagyon rákattam. Egyáltalán nem, de én a magyarok óta lejöttem róla. Szórakoztatnak, tényleg. Tehát, hogy ezek jó meccsek, tehát olyan gyönyörű dolgokat lehet látni. Tehát tényleg fantasztikus. Fantasztikus. Meg én egyébként ennek a Cristiano Ronaldónak is egy kicsit szurkoltam. Én nagyon bírom. Én nagyon bírom. Valahogy. Én valahogy nem szimpatizálok vele. Én nagyon bírom. Én követem Instán is. Tényleg? Én követem. Én bírom. Zselé. Figyelj, a kisfiával, aki Ferrariba ül, magárepülőről száll le. Meg nagyon sokat segít egyébként. Jótékony csávó. Szerintem igen, szóval hogy egy közben nyilván van egy kép róla, de közben szerintem egy ilyen tök melegszívű, normális, jófej csávó, egy hisztiző, hajzseléző, tudod, ez is tárolóra rendelkezik. Ez exhibicionista ember. Szerelmes magába, ez tény. Hogy ne, de közben meg halál normális. Meg mondom, én így követem, és nem szórakozom a képeim mindig. Meg én bírom, ha valaki kicsit így provokál, tudod. Hogy kell élni. Persze, tehát engem ezen nincs bajom, hogy most posztol egyet, ha vesz egy új, nem tudom mit, Ferrari-t, és külön bent a kisgyerekkel, és akkor mosolyogok a szalomból, tudod. Hát
Tesó, én is jönnék a szalomból. Te is, és te is valószínűleg kijönnél a szalomból, vagy nem tudom, te venni áron, várat, te meg. Ja, igen. Milyen jönnék az olasz szalomból? Száz kaparos sorséget. Igen, én mondjuk egy német szalomból jönnék, nem angol szalomból, de mindegy. Van ez így. Van ez így, hogy ezen meni a rosszul választ autót. Ezek szerint nem küldték a Lexust. Kölcsönbe is jó a Lexus. Kölcsönbe is jó, hogy járjon már valamit, mert szabadítsak már meg ettől az angol autótól engem, mert mindig szívok velem. Na jó van, szóval akkor jó volt a meccs. Igen, igen, igen. Majd lehet belenézek, csak elalszom mindig. Ha esetleg a portugálok nyernének, behúznak ezt az Európa bajnokságot, az olyan lenne, mint hogy a tálcán átnyújtották volna már előre az aranylabdát. A Ronaldónak biztos, hogy megkapja. Tehát, hogy ne, persze, kellene, persze. Kellene. Míg Ronaldo a mennybe megy, Messi a börtönbe. Azért ez milyen kemény. Nem csukják le elvileg, mert van egy olyan Spanyolországban, egy olyan szabály, vagy nem is Spanyolországban. Hogy Messit nem csukjuk le. Most várjál, hogy van? Tehát, csak segítség, most a spanyol bíróság, az argentin bíróság emelt ellene vádat. Hol ez argentin? Argentin. Jó, szóval, igen, vagy Messi ugye argentin, nem tudom, hol követte el. Tehát az országok belül, mindegy. A lényeg, hogy az adott ország, mondtán Argentin, van egy olyan szabály, hogy két éve alatt tulajdonképpen nem jogerőre emelkedik, de felfüggesztett adható. Ez szenzációs. Tehát téged két éve elítélnek, akkor azért, mintha nem kapná nagyon. És az ítélet hirdetés előtt fél órával ratifikálták. Igen. Gyors, srácok, hozzunk már valamit, hogy baja legyen ennek a gyönyörű gyereknek. Brutál euró összegeket kell befizetni. Papaj 1 millió, Messi nem tudom mennyi. Persze Messi azt mondja, hogy nem tud rólam. Mindig ez van. Igen, de nem kell bevonulni a börtönbe, mert két év alatt felfüggesztettet kap. Tehát lesz Messinek egy két éves felfüggesztett börtönbüntetése. Focizni attól lehet, gondolom, attól lehet, nem kérik a pályára lépésnél. Igen, büntetése, de nem kell börtönbe menni. Hát Jenny, nem? Ja. Hát ez nagyon jó. Hát ezek szülők, ezek csodálatosak. Mindent megtesznek a gyerekükért. Nem? Hát igen. Hát is Messi, vállalja a papa. Igen. És Messi nem tudott róla, persze. Létrehoztak egy csomó céget, egy csomó fiktív céget, hogy azon keresztül mossák valahogy tisztára a pénzt, hogy futtassák át, és akkor el tudják rejteni így a bevételeket. Már sok az adó ott, biztos. Hát azért. Azért pedig ott lett volna miből fizetni. Nem könnyű beosztani azt a saprót, amit keresett. Ugye, hogy sose elég semmi? Szóval, hogy ez hülye hát mutatja azért, hogy sose elég semmi. Tényleg mindenki a maga szintjén nyomorog, nem? Igen. 1 millió eurót van, 2 akarsz. 100 000 forintot van, 200 000-et akarsz, van 1 milliárdot, jó lenne a 2. 2 millió. Ugye, hogy soha? Tulajdonképpen soha nem elég. Meg a ragaszkodás, hogy nekem fizették, érted, nem az állambácsinak, akkor most minek abból még elutalni azt a nem tudom 40%-ot, vagy nem tudom mennyit keresnek most rajta. Igen. Na mindegy, szóval, hogy nem, a spanyol bíróság ítélte el őket, képzeljétek el. Na most olvasom. Akkor ezek nem is az adózik? Valószínűleg odaadózik, ott kapja a fizetését, vagy abban az országban. Igen, a spanyol bíróság. Nem is hazaadózik. És ezt nem kell bevonulni. 4 millió eurót sikkasztott. Belegondolok, azért nem egy akkora pénz. Hát az 1 milliárd forint, 1 milliárd 2, hát ez az éves kereset, nem tudom mennyi. Na mindegy, jó van, szóval, hogy Messi Cristiano a mennybe, Messi pedig a börtönbe elvileg. Nem, micsoda végletek azért. A két nagy ágyú. De ez Steffi Gráfról is ez ugye már kiderült. Persze, hát ott is. Ott a Steffi papa. Ott is a papa börtönbe van. Ott is a papa volt. Hát ő csak csinálta a dolgát. De édesapa, miért csinálod ezt velem? Hát de miért nem? De most mikor? Hát most papa, fiktív cégek, hát fiktív számlák, papa. Tényleg, hát, papácska, ha olyan vagy. Aj, te. Papácska, be is ment a hűvös egy picit, ott is üldögélt egy kicsit a papa. A Gráf papát mondták, hogy jó, akkor picit esély bevonulni, gondolkodni, hogy akkor hogy kell befizetni. Hogy kell befizetni? Hát figyelj, nem tudom, nem éri meg, nem? Szóval... Áhold, tehát így most... Hát csak senki nem gondolja. Kettőt, és megsporolsz 3 milliárdot, lehet, hogy hamar. Én nem akarnék azért ezt a kettőt lejött. Jó, hogy kettőt űz csak, és akkor egyébként van 70 szép évet, nagyon gazdagon, de szerintem az megtöri oda benne az embert. Hát igen, de mondjuk attól is függ, hogy azért hol. Tehát, hogy most egy német börtön, vagy bolíviai, azért nem mindegy. Nem mindegy, hát igen, biztos, hogy van különbség azért. Bár egyiket sem próbálnám ki. Egyiket sem próbálnám ki szívesen. Na, oké, jól van. Mit csinált, kérdez egy hallgató? Hát elmondtuk, adót csalt tulajdonképpen, és semmi miatt. Hol? És melyik? Láttatok a portugál meccs? Katalóniában 57% az adó. Mondjuk akkor lehet én is trükközni. 57%? 57%? Ne, csak nem. Az nagyon sok. Keresel 1 millió eurót, és de az a vizet 400 000-et, de 600 000-et elvisz az állam, nem áll. Az nagyon sok. Ne, remélem a Vargáik, most ezt nem hallottál. Matolcsa levegőbe csapott a Vargás. Mi ez? Hallottad?
Minden információ legyen az asztalom a 8-kor a kávé mellett. Igen. A kávé mellett és egy izény, nem munkácsi kép mellett. Igen. Igen. Azt mondja, hogy hogy lehet, hogy Portugália döntés. Nem kell szálljon le a combobról, most dolgozni fogok. Hogy lehet, hogy Portugália döntés, mi is itt lehetnénk, ti mit szóltok hozzá? Hát erről beszéltünk, mi nem vagyunk itt, és azért a Portugália jobb csapat, gyerekek. De... És nagyon örülünk annak, ameddig mi eljutottunk. Ez gyönyörű. Így van, ennek örül. Ezen keseregni, hogy mi nem, igen, nem jutottunk el idáig, az buktaság. Igen. Jani, kaptál málnát? Ne hagyd magad, mert így halnak ki a rendes emberek. Vali, meg egy köcsök. Jaj, jut eszembe, jók vagytok. Köszönjük szépen. Egy kiló málnát hát ott kaptál. Várt. Képzeljétek el, az asztalomon ott várt. Valami jó tündér, oda tett egy doboz málnát. Hova? Oda, hát csak közvetlenül a Sarszem klinikának a kontaktja mellé, mert ők is rám csörögtek, hogy hallják, hogy rossz a szeme, és hát ha esetleg tudnánk segíteni. Ne hülyéskedj! Képzeljétek el! Meg az egyik hallgató küldött egy dedikált Moldova könyvet is, akit amhoz nagy is ugye megcsapott. Hát mi van vele? Így kezdődött a napom. Nekem meg senki nem küldi a Lexust. Ja, azt is! Azt hittem, azt nekem küld. Azt hittem, nekem küld. Komolyan mondom, adjatok majd Lexus RX-et. Én nem kérek sokat. Hát most... hát most tényleg, érted, itt a Puncs királynak málna, meg szemmítét, meg minden. Én még nem kapok egy nyomorult Lexust. Képzeljétek el! Azt! Beraktam a hűtőbe, hogy nehogy megpunnyanjam. Ott is megtalálom. Kértek? Esetleg. Szívesen adok. Az a baj, hogy allergiás vagyok, hogy keresztallergiám van, úgyhogy nem, nem jó. És milyen csokit kaptál? Egy ilyen kis étcsoki, az étcsoki, ilyen minőségi, ilyen. És ez mire? A málnához. Ahogy hívják rá. A málnához a teljesítésre. Kinek nyal ereskedtél már megint adásban? Anna hozta. Tényleg? Igen. Helyre akarta billenteni a status quo. Mert hogy nem maradt a három szem málnáról, ezért most csokit kell külön kapnod. Most mit csináljak? Hát hogyha egyszer... Érted? Vagy otthon kallódott, én nem tudom. Igen, valami, hogy összeadja a bolsát. Kicsit avas, kicsit avas. Nem akarja már hazavinni. Igen, lapot csoki 2003-ban. Igen, nagyon jó. Nagyon jó egyébként. Igen. Na jó van. Oké, drága hallgatók, meghallgatjuk Ákos híreit, jó? Elmondja a legfrissebbeket. Benne lesz Messi? Benne lesz Messi. Azon hallgató kedvéért kérdezem, aki mondta, hogy nem tudja, hogy mit csinált Messi, akkor most meg tudja hallgatni. Jó, közben pedig lehet jelentkezni játékra, hát Cefetül állunk, ha jól emlékszem. Hát, mennyi van? Ennyi szóval. 3-0. Aha, fú, de csúnya. Ez már elmen. Jaj, gyerekek, ne legyen már nyár van, kicsit ilyen nyaralós hangulat, mindenki csinálja a dolgát. Téged tönkretett ez a hét, az első három napja, egy katasztrofa volt a szerdád. Milyen, mi van? Mi van? Nem tudunk mindig nem lehet állandóan, csak mondja már meg valaki heti összesítést, hát és akkor fölnevetünk, érted, hogy most 18-3. Ja, na, az jó volt. Kibáltani, sokkal nyugodtabb vagyok. Hát, most, hogy ez a hét elment. Hát, hagyjuk már. Ezért is alakok, akállom maga vallon. Mondom, hogy oda végül. Már be is csúránkodtam. Na, Istenem, de ez már tegnapot, egy szárad. Ja. Na jó. Hát így kell beleteket felhergelni játékra. Úgyhogy jelentkezzetek, jó? Szala írja, ja, keresztallergia, inkább ateista vagy, Bali. Nem, nekem keresztallergia van. Meglátod, hogy azonnal könnyezni kezd a szemem. Hallod, vámpírkor. Keresztallergia. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Jó reggelt! Itt vagyunk, azt mondja, hogy van, aki már a mit mond óra játékra jelentkezik. Hát, a készségét soha. Így van, időben kell ébredni. Időben kell megriadni. Igen, M3-as Pestől Kálig jól járható, se trafisebb baleset, gyenge forgalom, Andorra szállítom. Marcali Lidl előtt van egy trafi. Jankó küldte, és a Hegyeshalmi határ oda-vissza jól járható. Na, mi van, leszálltak róluk az osztrákok? Beszóltunk tegnap, és biztos az osztrák nagykövetségen hallgatták. Visszavonulót fújtak, helyes. Akkor most hergeljük őket újra. Na mi van? Na, ma már nem volt elég? Mi? Tegnap még volt migráns, ma már nincs. Ennyi? Elszaladtatok gyávák. Elfogytatok. Mindet elkaptáltak? Mi van? Postos lett a bugyogó. Na most tudod, hogy ha most kivonulnak, kellett egyébként tálkozni egy nyom. Akkor végig van. Igen. Emlékeztek a tavaszi agyáratra? Hogy becsúsztáltok azt. Hogy szaladtatok? Mi is egy pár adát. Na és akkor mi van? Ki emlékszik bázok? Így van. Az úristen, azért voltak páran a bíróság előtt. Kíváncsiak a fiúk. Én nem értem az ilyen bírósági üzeneteket egyébként. Szóval adót csaltál, tudjuk, de egyébként csalján nyugodtan, ha visszafizeted, nem mész börtönbe. Vagy azért nem megy börtönbe, mert ő Messi? Hát...
A nemzet fele fölháborodna. Igen, hogy igen, itt azért lehet. Van. Itt azért de, van. Ugye, de nem teheted meg, akkor az igazságszolgáltatás saját magát köpi arcon. Hát igen, hogyha izé Alejandro akár kicsoda csal adót, akkor annyi örömet szerzett nekünk, mondják a foci drukkerek. Hát nekünk kevesebbet mondják az adóhivatalban. Na. Most lenne megnézni, igen, a spanyol bírósági döntéseket, hogy máskor is ennyire enyhéke. Azt tudom, hogy 2 év alatt nem kell bevonulni. Oda is vagy örülnek. Nem messzire vonatkozik. Az ítéletnek. Nem, ez már Portugália döntőbe jutott, ja. Ez már egy másik itt. Vagy hogy messzivel kivételeznek, mert akkor azért ott, ez is egy érdekes helyzet, hogy közszereplő, sportoló, szeretik, imádják, Spanyolországban is, ugye, nem csak az EM-n, Argentinában, és azt mondják, hogy jól van, akkor nem kapsz 2 felet, amivel már be kell vonulnod, hanem kapsz 1/8-at évben, és akkor az 2 év alatt van, tehát akkor nem ennyi börtönben, na, te kis csibész. Jaj, te, na, gyere, Húzsika. Aztán melyik kezed volt? Ja, apáim, melyik kezed volt a fatet? Ugye, vagy hogy jobban megbocsátunk-e egy sportolónak, vagy mondjuk-e azt, vagy mondhatjuk el azt, hogy hát igen, na de annyi gólt lőtt, és annyira szeretjük, ne ültessék már le. Biztos, hogy máshogy mérődik a dolog, szerintem. Így akaratlanul is benne van, nem a bíróban is benne van. Biztos, hogy egyébként biztos, meg a múlt hónapban látta a Messi fantasztikus gólját, nem így tudom van. Ki ellen, szereti. Lehet, hogy otthon Messi mezben rohangál a csávó. Biztos, hogy börtönbe megy, akkor tudta, hogy nem jut el Lionel Messire. Ugye? Hogy ja, akkor nem jut el Messire. Csak a papát lecsukják, beszéljünk másról. Papa sem megy. Papa ő sem megy, ő is 1/8, jó. Papa is csenget egy kicsit, és... Én akkor is fel voltam háborodva, amikor a szegény Stadlert leültették. Tényleg. De hányszor, az 6-szor vagy 8-szor ültették? Az hányszor ültették? Nagyon sokszor leültették. De tőle is olyan sok szépet kaptunk. De egyébként tényleg, amikor nézem azt a stadiont, meg amikor mutatnak róla képeket akaszton, akkor a picit azért, hogy mit tudom én, hogy a szívem így elfacsarodik, hogy bekár már a gaz, vagy ezt használják? Igen, eléggé le van pusztulva a szegény. Annak idején ez hatalmas szenzáció volt. Magánstadion. Hát igen, vagy ugye itt van a Pistorius most ügy. Most már nem az. A Pistorius ügy. Ugye és 15 évet kaphatott volna, híres sportoló, 6-ot kapott. Igen. Abból 3-at kell leülnie. Tehát megölöd a barátnődet, és összvisz 3 börtönnel megúszod. És beleszámolod 3 év börtönnel. Azt, amit én előzetesben töltött. Akkor már csak 2 van. És a Dél-Afrikában ugye adható 15 éve belülés miatt. Akkor 6-ot kapott, 3-at ül, egyet már leült, 2 év múlva kín vagy. Kemény, nem? Az. Nálad azért lehetett rá számítani, hogy ebből bizony sit lesz. Hát igen. Na de képzeld el a családot a másik oldalról, akik meg azt szeretik, hogy élete végéig börtönbe legyen, mert megölte a lányukat. Most végignézik, hogy bemegy, mint tudom én, 6 évre, abból 3-at leül, egyet már leült, 2 év múlva kint van. Kint van megint. Szóval azért ez kemény. Na jó, oké, hát ennyit erről, játszunk akkor. Jó, itt van a hét utolsó előtti játékosa. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Mi van, ha Madrid, mi a reálos az a bíró? Lehet, hogy csak 1/2 év lett volna, így viszont 18. Így viszont 18 hónap, igen. Jogos, lehet, igen. Reálos volt a bíró. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Katta! Honnan hívtál minket, Katta? Budapestről. Budapestről, minden más a játékban. Jó? Jó, oké. Okay. Na jó van, kivel játszanál? Veled, Balázs. Megyünk szépen sorba? Jani. Körbe megyünk. Bali, Feri, Jani, Bali, és holnap zár valaki, és így megyünk szépen sorba. Oké, okay, nem baj, ez a te döntésed, mehetünk? Igen. Jani? Szia! Ja, picit lemaradt, bocsánat. 3, 2, 1, fire! Itt vagy, halló! Igen, oh! Szép volt! Ennyi volt! De gyönyörűen tévesztettétek meg! Ezt nem hiszem el! Bizonyám. Picit bezavartam. Bealudtam itt az SMS olvasgatásba. Mert már olyan régóta itt várom, hogy na, majd most, de túl sokat szövegeltetek. Igen, mi kitárgyaltuk Messi ügyét. Nagyon. Kata, gondolj arra, hogy minden idők egyik leghamarabb igénye a tiéd. Az is lehet, igen. Csúcs. Hogy pályacsúcsot tartasz ezzel. De ezért is igazán lehetne kapni egy ajándékcsomagot. Persze. Lehetne. Valahol na, ilyen, hogy valahol adnak valamit. Valahol biztos, hogy lehetne. Ezért kapni. Kata, hát nem tudtunk meg róla sokat, és ez így is marad. Hát, sajnálom. Minden más. Így majd legközelebb. Puszi. Puszi, hello, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Hello. Na ez most jókor ment.
Ennyi. Picit. Na, hát akkor egy szépítés, na, egy szépítés. Ugye most érzitek ezt a hármat, amit odaadtunk a hét elején, hogy csinálhattuk volna így is mind a hármat, ugye? Ennyi. Ugye? Tehát ezt te kedden is meg tudtad volna csinálni. Ennyi. De nem akartam. Most viszont már azért nagyon kell a... Nagyon kell a... Nagyon kell a pont. Akkor 3-1. 3-1. Nyomorúságos kis feljövetelünk kezdem. Legalább szépítünk. Legalább szépítünk. Nézzük a jól lehet. De az nincs. Ma nincs. Nincs. Ez nincs. Majd a jövő héten. A Szabink előtt. Igen. Megint megyünk. Megyünk. Mához egy hétre. Én már lefoglaltam a szobát. Hova? A Siroki vár alá. Nyílt egy panzió a Cseszneki vár alatt? Vagy a Füzéri vár alatt? Vagy a Szigligeti vár alatt? Átadták az új vára néző szobákat? Mi lesz? Most mi lesz a Szabi? Váranéző szobákat teszteltek? Az ekkora hirdetés lenne tényleg. Igen, hogy? Váranéző szobák. Vadajárosnak váranéző szobák. Ezzel hirdetik. Szerintem van. Valami vagy is hasonló. Igen, ott van egy. És sümegem bárhol laksz, minden a vára nézve. Nem találsz olyan ablakot. Egy perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. Open your eyes. It's time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez itt az egy perces nyers, nem olyan volt? Egyébként tényleg az az effekt, igen. A játék hamarosan indul. 3-2-1, már csak 2 élet maradt. Jaj, de jó volt. És nem csak azért, mert én vezettem. Csak lesz még belőle, nem? Igen, nem, nincs belőle. De miért? Volt már 3 évad, vagy 4 évadot lenyomtunk már belőle. De egy jó, ha valami sikeres, hát hány évig mentek külföldön ilyen játékok? A Szulejmán. A Szulejmának meg egy másik kérdés. Van, egyébként egy csomó játék van belőle, meg rengeteg minden, szóval, hogy meg lehetne csinálni. Ó, benne leesett a koronám. Hogy mondtad? Istenem! Azt mondta, ó jaj! Náluk ezt így mondják. Azt mondta, ó jaj! És ezt így is kell érteni, ó jaj! Csak ők máshogy artikulálnak. Azt mondja, hogy ez az, mutassuk meg a Rock Rádiónak, hogy Mac Magyaróval együtt nem adjuk fel. Küzdünk. Így van. Ez jó reggelt mindenkinek. 7 óra után 14 perccel egy jó kis Gánszal újítottunk, és most rakjuk össze a setlistünket Zsüllel. Tehát most 8-ig meg vagyunk, kicsit átvarjáltuk a zenéket, úgyhogy 7:30-kor jön még valami, és most egészen 10-ig most egy kicsit, nem DJ Oti, nem azt mondom. Nem, hanem a rock reggelt átvettem. De most kicsit megint. Ma belenyúlunk kicsit, a bennem rejlő állat ma kijön. Már a 7:30 a zenék meg van Zsüllel. Ezt most neked mutatja meg, hogy mit kellett volna múltkor csinálni. Jó, csak oda, a másként még egyszer ne. Jó, vagy pedig leszedem tényleg egy jobb minőségbe. Nem volt ez rossz. Szóval, hogy most egy kicsit varjálunk. Lesz itt minden. Már a 7:30 a zenét, azt kiötlöttünk Zsüllel, és az is fincsi lesz. Szeretni fogjátok. Majd kicsit én az underground-ba megyünk. Tessék? Az, amit látok. Hát egy nagy kérdés, hogy te mit látsz. Hát mondjuk semmit ezzel ez a szemben. Nagyon nagy kérdés, hogy ti mit látok. Nem tudom, hol áll a gép. Tehát nem tudom, hogy még már az újat látod, vagy a régi reklámig látod, vagy a reklám után látod. Akkor az az. Én annyit látok ebből az egészből, hogy a burkolat eltávolítása életveszélyes. Tehát, hogy hátulról látom a monitorokat. Jó, te ne sírjál, mert neked már felajánlottak egy szemműtétet tegnap óta, amikor benyomtad ezt a szoció sztoridat, hogy jaj, már nem látok semmit, és már valaki ajánlom a fülé szemműtétet. Nekifutok egy fának az erdőben. Hatan bejelentkeztek, hogy megcsináltatják a szemed ingyen. Meg nem jön a Lexus kulcs. Kérem a Lexus. Kérem az új Lexus. Nagyon tetszik. Mennyi egy ilyen? Szeretnék vele járni. 20? Micsoda? Egy ilyen autó. 20M? Tényleg csináljuk azt, hogy kiderül, ha beszélgetnek. Menjél, kettőt veszek neked, érted? Kiderül, ha nincs freki, akkor bekérünk mindent, amit csak lehet. Hallgatóknak, magunknak, mert akkor már abszolút nem reklám. Szabad rablás. Igen, csak ha nincs freki, de akkor a hallgatóknak is. Tessék, az, hogy nincs freki, nincs új szem. De hát máshol csak lesz a műsor, hát azért a Morning Show magában már azért egy elég jobb rend, nem frekvencia függvénye igazából, de hogy akkor kezdjünk el nagyon durván találni. Menjünk át ilyen de szeretnék odafonos lenni. De szeretném a 10 hallgatókat egy iPhone-t ingyen előfizetéssel. Amikor még jól lehet, mert jó volt. Na, azt mondja, hogy
Na és mi van, mész az ingyen szemműtétre? Hát csak elmegyem. Te tarhány tetszett édesebb a méznél. Hm? Elmész? Nézesebb megfele. Hát, hogy találok ezzel a látás. Elviszünk. Nem mész? Nem tudom, nem csak jeleztek, jó fejek voltak egyébként, telefonáltak, és mondták, hogy beszéljünk. Tehát, hogy igazából hát megtörtént a kapcsolat. Nem volt felajánlás, tehát, hogy nem, nincs persze, ilyen konkrét hívtak, formában. Azért hívtak, hogy elbeszélgessenek veled. Hát most, ha beszéljünk, az van miről beszélni. Ha nem lenne miről beszélgetni, akkor nem beszélnének, nem? Akkor nem hát mondanám. Nyilván azért hát elmész meg, hát először meg kell nézni, nem biztos, hogy alkalmas vagy rá. Ha alkalmas vagy, akkor ért. Igen, mert van egy ilyen megelőző vizsgálat, el kell menni, és akkor megnézik két órás vizsgálat, és aztán döntik el, hogy mire alkalmas vagyok, vagy mire vagyok én még alkalmas az egészségállapotomból, a koromból, meg a szemproblémáimból kifolyólag. Aztán hát lehet, nézd, hogy így marad minden. Azt mondják, hogy ne. Magának már mindegy van. Ezen csak rontani tudunk. Ezen csak rontani tudunk. Már úgyis bemondtad, úgyhogy nem. A nevünk már elhangzott, csak ezt akartunk. Kap be kicsi, kap be, kap be. Húzzad, dobják a francba. Dobjátok ki a kis testet, rontja csak itt a levegő. Fedetül a kávé. Igen, neki vezet meg egy lámposztokon. Igen. És mi is ilyen tükörben? Hol vagyok, tükörben a busz megállóban? Nem, nem. Tükörben azt, amit a Sugar Norbi van. Na, Istenem. Na, a Jani kaptál Málnát, lemaradtam a műsor elején. Kapott Jani Málnát. Azt is kaptam. Micsoda, nem kapott csak Málnát. Itt mindenki kap minden gyerekek. Azt mondja, hogy fiúk, szerintem ne erőltessétek ezt a rokkosan a puszi Klaudia. Klaudia, ezzel nem értünk egyet, kell. Nem szólhatnak mindig ugyanazok a zenék. Kell egy kicsit. Kell egy kicsit. Azt mondja, hogy azt nézem még, hogy... Tudod, Klaudia, hogy hány évet kaptunk, hogy ne erőltessétek ezt az Avancsit? Igen. Azt oda se baggózott senki. Igen, az egy nehéz dolog, hát nem lehet mindenkinek megfelelni, de annyit nem zenélünk egy órában, hogy azért ezeket ne lehetne kibírni, ha esetleg valami olyan szól, amit nem szeretek. Győrben a Szent Isár úton a virágágyásban kamera a nádor aluljáró felé haladókat nézi, üdv Bazsi. Aztán közi Bazsi, nyertem a tipmixen, Roger a halálból jött vissza. Én mondtam. Én gyerekek, én jó tippeket adok, csak én nem játszom meg soha. Csak ezért ti lesznek gazdagok. Nem mindig jön rá, igen. M9-esről látni a sükösnél kigyullad bála szállított Gábor, a papagájos küldte nekünk. Köszönjük szépen. Beszéltem tegnap Julival, egyeztettünk egy témát. És azt mondta, hogy most nem tud beszélni, mert most viszik el a rendőrök a kordomból. Édes Isten, mit csinált már meg ez a szegény hol, lány? Mit csinál? Azon is le kell tenni, nem tudok beszélni, mert most visznek el a rendőrök a kordomból, vagy most bontják a kordont. Tehát valahol volt, és valami nagyon nagy felbojdulás volt. De másodállásban kordon? Vagy ezt hogy kerültem? Most visznek el a kordomból. A második állás Bajnai kordon. Bajnai kordon asszisztense. Miss kordon. Bajnai kordon asszisztense. Kordos Gin. Igen. Szóval, hogy mi lehet Julival? Hát nem tudjuk. Lehet, hogy már bent ül a sitten. Lehet, hogy már jól van. Tehát, hogy eddigi, ha megnézitek az eddigi témákat, amiket hozott kedre, ugye valószínűleg témát volt gyűjteni, nem tudom, hol lehetett. Nem kerüli a bajt. Hát akkor rúttáncolni volt, mesztelen masszázsom volt, hát hol van kordon ebben az iparágban? Nem is kordon mondott, azt mondta egészen pontosan, hogy most nem tud beszélni, mert most nyomják vissza a rendőrök. Na. Ez volt az egész pontos. Hogy most nyomják vissza a rendőrök. Nincs korán ehhez a témához. Mert akkor... Igen, most nyomják vissza. Vannak ezek a szerepjátékok. Most nyomják vissza a rendőrök. 30 rúgot engedünk rá, hogy megtessetem. Hogy lesz, hogy ráállatlan. Szóval, hogy mi történt Julival? Hova nyomják vissza a rendőrök? Egyáltalán mi van Julival? Csak csörgessük már meg, hogy megvan-e. Vagy már rabosítottál. De megszakad, de gondolom, itt azért nem nagyon kezdtél el izgulni, tehát nem hívtad még néhány szor. Én nem akartam utána már zavarni, meg akartam vele valami beszélni. Van egy fiatal focista srác, akit most elvitt talán az Arzenál, 12 éves, vagy nem tudom, hány éves, nem az Arzenál. És vele kapcsolatban akartam, hogy szervezzük le az apukáját. Hát. És mondta, hogy most nem tud beszélni, most nyomják vissza a rendőrök. Nem mondom, Júlia, bocsánat, nem akarlak zavarni. Mibe keveredtél már megint? Hát lehet, hogy a bondagisokra tüntettek. Kint volt a ligetben szerintetek? Bondag és rendőr, vagy mi? Nem, a bondagisok jogaiért tüntetett Juli, és akkor kiment a rendőrség, és szétoszlatták a tömeget. De élvezték. Tényleg, kiment a ligetbe szerintetek, és ott védte a fákat? Magához láncolt egy fát a ligetbe? A liget... fél jelenleg nem fogad hívásokat. Kérjük, ismételje meg hívását később. Aha, nincs térerő az árkában. Ne, ott elveszik a telefont, ott nem lehet. Elvették és kikapcsolták a telefonját. Akkor lázadás! Lázadás! Fehér hatalom! Júli! Gyerekek, mentsük ki, ülött ki, ám a púr, kihozunk a hét örökből.
Menjünk el a Tele utcára, vagy nem tudom, van a Mark utca, és énekeljünk neki az Amapur, Amapur. Kihozunk a hét toronyból. Kérjük meg, hogy hagyd nézzen ki az ablakon. Itt van! Amapur, Amapur, kihozunk a hét torony. Most hagyj, hogy kicsön. Hogy? Hogy, hogy kicsön. Juli Balázs, hello! Szia, Juli! Szia! Aludtál? Na mi van? Igen. Hol a börtönben? A bőriben hagynak. Kényelmes a prics. Figyelj, mit csináltál te tegnap? Mondd el nekem. Hát kilendünk a Miróval. Tüntetni egy kicsikét. Na jó, van. Elegházasság, én annyira szeretlek téged. Annyira szeretlek. Komolyan mondom, mindig belekeveredsz valamiben. Kint voltatok a ligetben? Igen. De kíváncsi jelleggel körbenézni, vagy beálltatok tüntetni? Beálltunk. Komolyan? Hát a gyerekek elmentek táborba, úgyhogy muszáj van. Jézus, úgy biztos. Unatkoztunk tüntetés. Más moziba megyünk. Gyerekek táborba, hova menjünk? Irány a liget? Menjünk tüntetni. Az király. Jó. És mi volt? Hát az volt, hogy mi amikor oda mentünk, akkor mi lekéstük az elejét. Tehát azt hiszem, hogy 5 órakor indult a tüntetés, és mi olyan 5:30-6 felé értünk oda, akkor a Puzsé Róbert már nagyon szenvedélyes beszédet mondott. A Puzsé ott volt? Igen? Igen. És akkor ugye volt ott egy csomó ember, aki nagyon mérges volt, mert bent voltak a holmiai. Tehát azok a ligetvédők, akik ugye bent ültek a régi kertemnek a helyén, azoknak ugye ott voltak ilyen kis sátraik, és bent voltak a laptopjaik, meg a fényképezőgépeik, és ők baromira szerettek volna bejutni a kertem területére, ahol reggel arra ébredtek, hogy a sátor mellett rendőrök állnak, és azt mondták, hogy akkor most innen kifelé. És akkor hát ezek az emberek kint voltak, mindenki ott állt szemben 200 rendőr, velünk szemben 200 rendőr, bent álltak az építőmunkások, nagy darab kigyúrt emberek, akik egyébként utána audióval távoztak, tehát nagyon érdekes volt az egésznek a hangulata. És akkor mindenki elmondta a beszédét, akkor egyszer csak így, tehát mindenki, a Puzsér is, meg mindenki, a szervezők is felszólították az embereket, hogy ezt erőszakmentesen csináljuk, meg ne legyen ebből balhé. De fia, miről is ment veled, hogy azt mondta, hogy eszem egy fagyit a lizsében, menj előre, és akkor a tüntessél, én addig elmegyek, veszek egy motocikl. Vagy együtt mentetek. És hát megvan a kép, hogy ugye 5-től volt a tüntetés, Juliék 5:30-6 értek. Mint egy előadás, lekésték az elején. Így átkopogtattak a rendőrök, várom, hogy tessék már átengedni, mert én oda megyek. A hatodik sorba szól. Igen. Csókolom, tüntetni jöttünk, lemaradtunk valamiről? Mi volt az első felvonásban? Színázi előadás. Na már igen, és akkor ott voltatok? Nem, a Miro nagyon lelkes volt, a Miro nagyon előre akart menni. Aha. Tehát, hogy ő mondta, hogy én ma legyek csak hátul, ő majd előre megy, de előre. Egyébként az volt, hogy mondtam neki, én nem megyek előre, mert hogyha őt most ne adj Isten fogják és elviszik, akkor egyrészt valakinek ki kell őt hoznia, másrészt meg valakinek el kell mennie majd a gyerekekért a táborba. Meg le kell venni a tűzhelyről a leves. Hát azért azt le kell venni. A realista tüntető, ugye? Kicsi, menj előre. Ha bevisznek, én hozom a gyerekeket a táborból. Hát de tényleg. 2 perccel a vége előtt leveszed a gázt teljesen, hogy res maradjon. Érted? Nagyon meleg kell bevisz szűrdát, és forrón add a gyerekeknek. Igen, és aztán? Na és akkor fogta magát, és akkor ő előre ment, és akkor ott valami jó, tehát én nem mertem, olyan szintén szóval én nem mertem előre menni, mert egyszer csak az történt, hogy ilyen nagy sikoltozások, meg kiabálások, meg ilyen nagy indulatok történtek ott az első sorban, amiből én nem sokat láttam, csak azt tudtam, hogy a Miró valahova oda ment előre. És az történt, hogy elkezdték ezeket a USB lapokat, amikkel letakarták ezt a területet, hogy ne látszódjék azt, hogy mi történik mögötte, tehát hogy a munkagépek mit csinálnak. Elkezdték az emberek lebontani ezeket, miközben a túloldalon meg a kopaszok tartották ezeket. És akkor így egymásnak feszültek a csapatok. A kopaszok. Hát igen, hát a jó Isten se tudja, hogy őket kiküldte, vagy mi küldte, vagy kinek az emberei, de hogy nem melósok voltak. De hogy nem a Hajas Laci, az biztos. Igen, nem a zsidrószalon arcai az egész biztos, igen. És akkor ott elkezdtek lebontani az USB lapokat, akkor a rendőrök jöttek balról, akkor jött erősítés, akkor egyszer csak megjelentek ott a rohamrendőrök, akkor két oldalról... hát, hogy itt körbevettek minket, akkor megálltak. Tehát itt totál padhelyzet volt, egy ilyen nagyon hülye szituáció volt, mert nyilván a rendőrök nem akartak ránk jönni, mert olyasmit nem csinált senki, ami miatt ránk kellett volna, hogy jöjjenek. Úgyhogy egy idő után az történt, hogy fölállt egy ilyen rendőrsorfa, akikkel szemben mi álltunk ott, egy darabig itt toporogtunk, majd aztán leült mindenki azzal, hogy oké, akkor ez innentől kezdve nem egy bejelentett tüntetés, hanem egy flashmob, és mindaddig itt fogunk ülni a sétányon, amíg azt a 3 embert, akit egyébként reggel elvittek a rendőrök, ki nem engedik
előzetesben, mert hogy ott ültek. Tehát már egy ilyen túsztárgyalás is volt, hogy addig itt ülünk, amíg a társainkat ki nem engedik. Hogy fárasztó az áldogálás, akkor üljünk le. Akkor legyünk most egy flashmob. Jó. Valaki kitárhatja a bőrt. Most hajtogasson patlacsákokat. Forgott tud valaki? Igen. Bíró mindez idáig elől harcolt a kapaszokkal, vagy egy kitozás volt? Volt összefüggés egyébként a közt, hogy a sikitozás támad, miután a Miró előre ment. És a levegőbe lőtt össze. Provokálta a rendőröket. A Miró néha megjelent, hozott képeket, fotózott folyamatosan, mondta, hogy ez nagyon nem szereti az a csapat, akik elől vannak, hogyha fotózzák őket, úgyhogy ő azért fotózott rendesen. És hogy óriási indulatok vannak előtt. Tulajdonképpen néha hátrajött, így közvetített, hogy mi történik ott elől. Aztán utána, amikor már így kezdtek így elcsodulni az indulatok, tehát amikor már nem volt ez a nagy USB lapontás meg mi egyéb, akkor én is előre merészkedtem, és akkor én is leültem ott egy kicsit, és akkor így csücsültünk, és akkor vártunk. És aztán egyszer csak megjelent az egyik rab, akit kiengedtek, akkor ott elmondta, hogy őt hogyan vitték el, és miért vitték el. Beszédet mondott, aztán utána így volt egy pont, amikor hát én azt értem, hogy te fogok pisélni, már volt fennem, de tényleg, mert hogy nagyon sok ásványvizet ittam előtte, és mondtam, hogy Mikinek, hogy nekem muszáj visszamenjek valahova, mert így tüntetni, így áll vizet. Igen. Így áll sok vizet. Tehát, hogy egy tüntetés, csak pisilek egyet. Tehát, hogy itt balhé lesz, mert vissza kell menjek, tehát akkor menjünk, induljunk el. De akkor volt egy kemény maga, aki tudtuk, hogy az ott marad, hogy kb. 3-400 fős tömeg, én meg mondtam, hogy menjünk vissza, létszeres, mert nekem már problémáim vannak. Egy olyan másfél-két mány. Micsoda dráma, tiszta eperés vér, nem? Ilyen óriási lázadások. Mi lett a vége a történetnek? Elvitték őket, nem? Tehát elbontották az élőkordont. Amikor mi visszafelé jöttünk, akkor hallottuk, hogy még iszonyú sok szirénázó rendőrautó jön. És akkor még ahogy elmentünk a Stefánia úton, ott még a rendőrség előtt, akkor ugráltak be a rendőrautókba, tehát valamiért jöttek ők, úgyhogy ott még valami történt utána biztosan, és én szerintem, hát igen, elkezdték ott őket szépen kiterelgetni. Mondom, a legnagyobb feszkó az ugye az volt, hogy ott a ligetvédőknek a cuccai benn maradtak, amire ott azt mondták, hogy ezt ők nem adják ki. És hát aztán, hogy kiadták-e, illetve milyen állapotban adták ki, azt már nem tudom, mert marom már fogalmam sincsen, mert nem olvastam még a mai híreket, mert eddig aludtam, mert a gyerekek nincsenek ott. És a tüntetés után mi ment? Átmentetek a szabadságtérre, megrohamoztátok a köztévét, hogy kifosztottátok a túró Rudi automatát. A parlamenthez és a 13-as kapu megpróbáltatok betörni egy faluba, tehát hogy elmentetek, nyaltatok egy fagyit, hazamentetek aludni. Igen, a tüntetés után szerelmesen gondolkodtunk, amikor egy kis tüntetés. Na, hova hoztalak? Én meg neki, tök jó. Ugye milyen jó, hogy gyerekek táborban vannak? Így. Ugye? Hogy azért mennyi ideje van az embernek? Mennyi ideje van az embernek? Igen. Aztán vettetek egy non-stopba egy fél literes császárkörtét, kibontottátok meg, és Miró azt mondta, hogy na látod, ennyi után, és még egy tökéletes napot csak összetudtok. Egy kis tüntetés, egy kis császárkört, csak a Puzsér beszédjére lett volna. Nézzem, szóval az az igazság, hogy én a Városligetben nőttem föl, én ott voltam kislány, nekem oda köthető a gyerekkorom. Úgyhogy azt éreztem, hogy ide most ki kell jönni, és ott legalább egy picit megállni. És figyelj, picit... annyira ellenmondásos ez az egész, meg annyira elsikadít már a lényeg, szóval én már tényleg nem tudom, hogy mi van. Én például a Vitézit egy nagyon hiteles arcnak tartom, nagyon kedvelem, szerintem neki jó ötletei vannak. Engem például az tökre összezavar, hogy ő abszolút a Liget projekt mellett van, és azt mondja, hogy ez egy jó dolog, nem vágunk ki fákat, ültetünk újat, több tízezer négyzetméterrel nő a park zöld felülete. Ilyesmit nem hallottam, de akkor majd utána nézek. Ami a lényeg az hogy azt a ligetvédők is aláírják, hogy kell, hogy egy kicsit átalakuljon, megszépüljön a liget, de nem kellenek ezek a böszme nagy monstrumok, amiket oda akarnak építeni. Kettő, ott éppen beszélgettem egy tök jó fejpasival, akivel dumálgattunk erről a mélyparkolóról, meg hogy a föld alá épített kiállító termekről. Egyrészt, hogyha fogod ezt a mélyparkolót és bebetonozod alulra, akkor egy ilyen betontetnőt csinálsz a fáknak. Tehát azoknak a fáknak, amik ott maradnak, azok is be vannak alulról betonozva, megsütik alulról a fának a gyökerét, ami pár év múlva ki fog száradni. A másik, hogy ez egy régen egy mocsaras terület volt. Hogyha fogad ezt a területet, és bebetonozod, akkor a talajvíz fogja magát, mivel eddig ebbe az irányba ment a Városliget irányába, abba az irányba már nem tud menni, hogyha el fog indulni a házak felé, akkor szépen elkezd majd felszivárolni. Tehát van millió olyan dolog, amit egyébként így már így tudnak, meg így pontosan ott van egy csomó hatástanulmány, amivel mindenki fogja a fejét, hogy fú, basszus, látok, ez így baromira nem lesz jó.
Hát, de aztán meg kell. Ez hát biztos, nyilván nem fekete, nem fehér, ahogy most kinéz, az se jó. Talán értenek ehhez, hogy hogyan kell fát rakni egy garázs van tetejére. Ilyen. Én azt remélem, szerintem, hogy nem fog a főváros, ami a legfontosabb, hogy ne fulladjon meg a főváros. Most nincs építési diplomám, de... Igen, amilyen adatokat olvasol, hogy hányadikok vagyunk a légszennyezettségi adatokban, hogy valami a hatodik legszennyezebb, nem tudom milyen városok vannak előttünk, fuldoklik a város, a rómain egy csomó fát kivágnak, tehát az a lényeg, hogy valahogy úgy csinálják meg ezt az egészet, hogy ne fulladjon meg a főváros. Kiderült, hogy a magas vérnyomás miatt is a légszennyezettség a felelős, itt szépen mindenki már meghal mindenféle tüdőbajba, meg hörgőbajba, meg magas vérnyomásba, tehát hogy fuldoklik a főváros, ha a fákat nem bántják, vagy ültetnek újakat. De nem tudok fákat nem bántani, és nem tudom, tehát, hogy nem arról van szó, hogy lesznek ilyen kis csenevész, kis aranyos kis facsemeték, hát amiket még, nyilván, igen, amiből majd nyilván lesz 100 év múlva talán. Egy fa, de hogy, tehát, hogy én nem értem, hogy egyébként Balázs, én azt gondoltam, hogy te ennél sokkal inkább emellett a... Sokkal intelligensebb vagyok. Nem, csak akkor, amikor a római parti fák kivágásáról volt szó, akkor azért ebbe így beleálltál. Így, most meg így táncolsz jobbra-balra. Nem táncolok. Nem. Mi ez egyszer... a puha pöcség? Nem táncolok, Juli. Én már elveszettem a fonalat. Tehát ahol megjelennek kopaszok, amiben már ilyen szinten benne van a politika, én ott már nem tudom eldönteni, hogy most valakinek igaza van. Lobbisták csinálják, nincs igaza, ki hazudik, ki nem hazudik, állok hülyén. Az nekem egy exakt dolog, hogy a római kivágunk 1100 fát, abban a római egy kicsit bele fog halni, és vérzik a szívem, mert nem kéne kivágni 1100 fát. Én láttam a terveket, az egy ilyen betonszarkofág lesz, gyönyörű, szép, tiszta, hát, nagy betonszarkofág. Fák az egész. Én ezt nem látom át, mert közben általam hiteresnek vélt szakemberek azt mondják, hogy nem rossz ez a felújítás, hozzá kell nyúlni, valamit csinálni kell, mondom, a Vitézivel olvastam egy interjút, aki a felújítás mellett van. Én neki hiszek, tehát a Liget nekem egy sokkal szövevényesebb dolog, mint például a római, ahol vérzik a szívem, hogy kivágnak 1100 fát. Én itt nem tudom, mi történik, nem tudom eldönteni. Kopaszok jelennek meg, verekedni akarnak. Igen. Az egészben van, elsikkadt szerintem a lényeg, amiről ez valójában szól, és már különböző, nem tudom, emberek felhasználják ezt a saját népszerűségüket növelésére. Igen. Én már elvesztettem a fonalat a Ligettel kapcsolatban, azért nem tudok egyértelműen állást foglalni, ez jó vagy nem. Van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja. Minden állításban van ráció, vagy mindegyiknek tudok hinni kicsit. Úgyhogy ezért nem tudom, hogy mi van. Nekem a római egy sokkal szomorúbb, egyértelműbb dolog. Azért nagyon kár. A Ligethez nem értek, meg nem tudom, mi van. Jó van, ne az enyém, akkor nem vagy börtönben. Nem vagyok börtönben, de én még csak büntetésen kaptam. Ott volt egyébként nekünk ismerősünk. Ez egy csalódott fagy. Azért ment jöttünk ide, legalább valaki csavarja már hátra a kezemet. Nem, volt ismerős, aki beállt a targonca elé, és az például 50 000 forintra rögtön megbírságolták. Aha, na hát ez annyira nem ilyen cink. Nem is akartam, hogy engem megbírságoljanak, meg egyáltalán nem, tehát hogy félreért is nem esik, én nem azért mentem oda, hogy balhézzak, én nem rejtegettem a táskámban tojásokat, meg paradicsomokat, hogy hát ha lesz ott valaki, meg lehet dobálni, ott egy rengeteg kisgyerekes ember volt, család volt, babakocsival, biciklivel, ezek az emberek nem azért mentek ki, hogy balhét csináljanak, és azok, akit elvittek, azokat sem azért vitték el, mert hogy ott valakinek kiugrott a másiknak, és elkezdte kikaparni a szemét, hanem csak egyszerűen fogták, azt hátra csavarták a kezét, és vitték. És egy csomó rendőr volt, aki inkább a földet nézte, és kellemetlenül érezte magát. Az egész helyzet szerintem egyébként halálosan szomorú és gyomorúságos, és hogy valahogy nem lehet a közbeszédben ezt úgy megoldani, hogy együtt döntsünk, mindenkinek jó legyen, olyat építsünk, amit mindenki szeret. Én tudom, hogy az nehéz, de az egész helyzet szerintem annyira szomorú, és annyira magyar, és annyira kiábrándító, hogy... 40 000 aláírás Nem foglalkoztak vele. 40 000 aláírás gyűlt össze, hogy az egész Liget projekt úgy, ahogy van, ne, kérlek, nem akarjuk. Nem kell vele foglalkozni. Értem, én nem tudok, azért nem is tudlak segíteni, támogatni, mert nem értek hozzá, és abban inkább nem nyilatkozom. Júli, vigyázz magadra, na, jó? Jól van, jövök befelé. Ma mentek valóban este? Lesz valami? Vagy jönnek már az a gyerekek? Hol kapjátok föl a macska követ? Erre nem menjünk. De azt hiszem, hogy ma semmiféle, nem tudom, miről van már valami programunk? Igen, menjünk, gyertek ide az Orci kertbe. Nem tudja. Ott is mindig van valami. Nem tudja, de nagyon tetszett. Jó, van, csáó, Júli. Hello. Ne, ugye, hogy nehéz dolog, hát nehéz, segítsetek nem, már, hogy nem tudsz, hát, azért nem tudom, hogy van közben, meg mérnök emberek azt mondják, hogy ez jó, és igen, kell, és azért igen, építészek értenek hozzá, mit tudom én, igen, nem megvan értek hozzá. Megvan a határozat, azon most lehet vitatkozni, hogy ez a 40 000 aláírás, ha megszületett tényleg, és ezt félresöpörték, akkor mit kellett volna tenni? Most van egy jogi helyzet, szerencsétlen rendőrök ott vannak, ott volt a 200 ember, akiket nekik ki kellett tenni, érted, mert megszületett a határozat, tehát ezzel nem lehet mit csinálni, kicsit a Júli ilyen katasztrófa
turizmusként élte meg szerintem ezt az egész dolgot, hogy hú de jó, benne vagyunk most egy tüntetésbe. Ennek a tüntetésnek már itt sajnos, vagy demonstrációnak, tök mindegy, hogy nevezett, már kevéssé van helye, mert megszületett egy jogi határozat, érted? Meg hát a Városligetben mindenképpen ráfér valamilyen szintű fejlesztés, vagy valamilyen irány, mert érted, bokáig gázolsz a szemétbe, az egészben nincsen kamerarendszer, erről is beszéltünk, nem jó a világítás, tehát valamit ott kell csinálni, hogy ne maradjon olyan, milyen volt. Más kérdés, hogy szerintem sokkal fontosabb dolgok lennének ebben az országban, mint hogy most akkor új múzeum negyedet építsünk. Szóval, hogy persze erre szükség van, meg létre kell hozni, de én azt gondolom, hogy nagyobb lyukak tátonganak itt azért az oktatásban, az egészségügyben. Építsék, tehát nem tud az ember mit csinálni, ezt a pénzt szerintem máshol is sokkal hasznosabban, jobban, sokkal inkább a magyar emberek javára lehetne elkölteni, ne halljanak meg annyian kórházban, hogy ne legyen ennyi kórházi fertőzés, hogy az egészségügyben nem meghalljál, hanem meggyógyuljál, és ha először ott minden rendben van, és jó az oktatás, és tanulnak a gyerekek, jó körülmények akkor között, és van fűtés, és jó az egészségügy, és nem hal meg 10 magyarból 8 a kórházba, bemegy egy kórházi fertőzésre, akkor építsenek múzeum negyedet. Tehát nekem erről az egészről ez a véleményem, hogy szerintem nem kellene, mert sokkal fontosabb dolog, de ha már van, akkor döntsék el a szakemberek, hogy kell-e, vagy nem, mi ne fulladjunk meg. Budapesti lakosok, sokkal szívesebben nézném végig, hogy ez az egész pénz, amiben ez kerül, mert hogy horror pénzbe kerül, valahova máshova megy, ahol viszont nagyon nagy baj van. De hát ezt meg az ember nem tudja lefújni. Néha én azért érzem egy picit álságosnak, nincs ezeket, védjük meg a fákat vonalat, mert egyébként meg látom, hogy mennyire becsülik meg az emberek a már meglévő értékeinket. Tudnék példákat sorolni arra, hogy hogyan néznek ki. Igen, ezzel az egész fakivágással nekem csak egyetlen egy bajom van, és aztán lezárjuk, hogy én azért azt látom, hogy nagyon komoly útirány az más európai fővárosokban, ha megnézed Bécset, Londont, hogy nem hogy kivágják, hanem védik, ültetik, szaporítják, tiltják ki hát az autókat. Most ez történik, érve, remélem, hogy itt, én nagyon remélem, hogy itt is ez történik. Az, hogy kivágnak 100 őszfát, és helyette ültetnek 100 ilyen kis csenevész újoncot, az nekem nem pótlás. Az biztos, hogy a főváros füldoklik, minden zöldövezet, és minden park, és minden felület nagyon értékes. Bízom a szakemberekbe, hogy itt is ezt tartják szem előtt. Ne fejtsük meg a szakmájukat, nem, a kertészeknek, meg a mérnököknek. Jó, hát minden esetre Júli mellett sem megy el az élet, hogy szokták mondani, hogy gyerekek távoloznak, azonnal ott van a tüntetés. Egyszer végignézném a családi fotóalbum. Hát gyerekek, hát fezseg, nincs ezzel baj. 7:30 múlt pontosan, 8 perccel Ákos hírei után már is jövünk vissza. Check this out. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 10 perc van pontosan, 8 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. A következő legyen egy jó Salt and Pepper. Ó, végre! egy jó kis Salt and Pepper. Salt and Pepper, egy jó kis Randy MC. Jó, igen, itt a Morning Show-ban. Na, azt írva, aki teljesen elégedett vagyok a mai zenei összeállítással. Ilyen is olyan. Gabesz küldte nekünk. Jó van, Gabesz, köszönjük szépen. Valaki azt állasz írja, a zene nincs, tehát hogy ugye nehéz. Nehéz jónak lenni. Nehéz jónak lenni, persze. Ez már ott is muzsika? Ez egyébként benne van abban a szórásban, amit DJ ott játszhat? Ez a, igen. Ez abszolút. Ez ilyen az. 90-es évek közepe második fele. Igen, 95-67, valahogy így jött ki ez a dal. Igen, ez benne, ez abszolút. Abszolút belefér. Na jól van, oké, akkor játszunk, mert hogy itt az óra felé játszani szoktunk. Gyorsan előtte egy közlekedés tarccal, elején van egy trafink, és hát tulajdonképpen nagyjából ennyi. Most jól lehet haladni Hegyeshalom felé, bár már kiálltak az osztrákok, de egyelőre azt mondják, hogy nincs túl hosszú sor, nyugi van. Úgy látszik, hogy véget ért a móka. Reméljük legalább. Lesz pusit? Tessék? Az se volt rossz egyébként. Ahogy hívnek le, így főleg. Na, azt mondja, hogy játszunk már itt is, van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Művész hevére faszít. És hozzájállat, élet a szívvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok, a nevem Aramat. Hello, Aramat. Hello, Tamara, hello, jó reggelt. Igen. Honnan hívtál minket, Tamara? Jelen pillanatban Mezőkövesd után vagyok, ugyanis Budapestről utazok haza Sátoraljóújhelybe. Na. Egy kemény 4,5 órás úttal. Gondoltam, előttem az időt. Egy klassz kis vonatút akkor.
Igen. És pontosak, jók ott vagytok, szép, tiszta? Egyelőre időben vagyunk, igen. Intercity? Nem, sima. Budapesttől Miskolcig gyors, aztán pedig személy. Te szegény, nem érjelek. Hogy halad a sátor a Jaújhelyi vár feltárása? Kérlek, hozd meg velem a legfrissebb információkat. Igen, de megyek fűzőre is a nyaralásom alatt. Nagyon jól teszed, na, gyönyörű hely. Egy kis fűzéri várlátogatást, tényleg? Hát persze. Kell egy kis hűvös is abban a melegben. Az jó egyébként. Te is nagy várszerető vagy, mint Jani? Hát ott nőttem fel, tehát, hogy más választásom nem volt. Igen. Virág is mindig ezt mondja. Száros patak fűzér, mind. Janék a szüleim, sajnos más választásom nincs. Más gyerek a Balatonba pancsol, fürdik. Én pedig baktatok fel. Igen. Baktatok egy vár tetejére, 40 fokba. Oké, figyelj. Tamara, van egy híres emberünk és egy szólásmondásunk. Akkor egy híres embert szeretnék. A könnyebb elmozdulás felé mész. Hát próbáljuk meg, aztán majd kiderül. Jó, hát próbáljuk meg, hát nem nehéz. Szokott menni? Szoktam tudni, de így aztán élőben más. Na figyelj, indítjuk az órát, jó? Jó. Fél percet igen. Lesz rövid, könnyű, nem fog fájni. Mehetünk? Mehetünk. Óra indul, így szól. Róm, iakói. Mutatom még egyszer, figyelj. Jó. Róm, iakói. Ó, hát ez nagyon könnyűnek tűnik. Róm, iakói. Oly. Mutassa még egyszer? Igen. Róm, iakói. Hát ha már a Rómot megfordítod. Róm, iakói, ki lehető híres ember. Siess, lejár az időt. Móricka! Nem, hát igen, Mór keresztnévvel kit ismersz? Nem tudom. Mórra, milyen Mór? Milyen Jókai Mór. Így van! Tamara, hát Jókai Mór. Igen, Jókai Mór. Akkora Róm, iakói. Mint Balázsnak az ég tárcs. Tárcsát, Giza. Ja. Jókai Mór, Tamara. Jókai Mór, hát majd most nem lesz. Igen. Élőben más. Hát, tudod, a híres egri csillagok, hát tudod. Mindenki ismeri. Igen, aki most tudod. Nem érti a humort, az most... Igen. Ne írd, hagyja, ne a telefont. Tedd le a telefont, viccelt, Bali, viccelt. Tudod, a kis bicebócában, menj a csicsás bundában, a bányában, azt jön a sújtólék. Na, emlékszel? Tudom, hogy az egri csillagok mixált, úgyhogy ne írjátok meg, hogy nem Jókai. Tamara, figyelj, ez rövid zárlat, tudjuk be annak. Igen, jó, igen. Mivel foglalkozol egyébként? Majd legközelebb, Bölcsiben vagyok, gondozónő. Ó, de szép foglalkozásod van, és ez csak egy ilyen állomás az életedben, vagy komolyan szeretnéd ezt húszítani? Hát maradok itt, csak majd vagy másik bölcsi, vagy babysitterkedés hosszú távon, aztán de szeretem ezt csinálni, tehát mindenképpen gyerekekkel. Azt nem gondoltál rá, hogy akkor tovább képezz egy kicsit magad, és akkor mint óvónő legyél? Még az sincs kizárva. Aha. Egyelőre jó itt, aztán majd meglátjuk. Nézd tovább. Igen. Jól van. Hát sajnálom, én tudom, hogy ez egy ilyen, van az, amikor az ember egyszerűen lefagy, és ez nem az átlátható hiány, igen. Máskor, amikor hallgatom, akkor olyan könnyű, és akkor, igen. Ó, hogy nem tudja. Igen. És én akkor most tessék. Most ezt veled kapcsolatban mondja. Persze, meg értem, nekem az érettségén volt ugyanez. Bármit kérdeztek. Igen. Csak fajta. Oké, legközelebb, jó? Legközelebb, köszönöm. Köszi a játékot, puszi. Szia. Ciao. Hello. Pedig nem is volt nehéz, tényleg nem. Lefagyott, nem? Mentsük meg egy kicsit. Mentsed. Nyújjunk. Nem tudta. Nem tudta, de, igen. Jókai Mór nem tudta. Jól van, oké, 4 perc már pontosan 8 óra van. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el, legyetek olyan drágák, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Mi pedig jövünk Ákos híre után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. I'm so strung out and now I don't know what to do. To take my love away, dear God, oh, will you pull me through? I'm so strung out, somehow my life's gone astray. So I lay me down to sleep, please Lord, I'll take us all away. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon, egy nagy taps. Mindenkinek, aki velünk van, csak úgy, hogy... Köszi szépen, tényleg, olyan jó fejek vagytok. Tényleg, köszönjük, hogy itt vagytok. Reméljük, hogy mindenkinek oké a reggel. Mi úgy érezzük, hogy nyugi van, nyugi van. Csendes, már jó csendes, idős. Igen, Julit elvitték a rendőrök, tüntetett a Ligetben. Így van. Zajlik az élet, gyerekek. Hát táborban vannak a gyerekek. Hát táborban van. Három nap belőle. Nem panaszkodhatom, mert úgy néz ki, lekopogom, még nem akarom elkiabálni, hogy jövő héten a gyermek táborba látogat. Egy ilyen kis picike, na, egyszer, kis picike, kis ott jó. Marad, hirtelen ott alszik, nem tud róla a szülő, nem megy érte, egy-két múlva hazajön, nem adja el neki előre. De mikor jövő kapom? Ha jó leszel pénteken, ha rossz, 2 hét múlva. Menj csak be ebbe a szobába, ott van bent a nagymama. És aztán gyorsan meg. Sikerült rávenni. Nagyon jó. Nem, szerintem nem kell sok. Tudod mi a szülőparája? Szerintem a gyerekek nyitottak erre, hogy elmegyünk. Felnőtté válik egy picit, hogy nincs ott apu, anyu. Nekünk csak az kellett, hogy legyen ott vele. Valaki, akit ő ismer. Akit ismer. Akkor ő bemegy. És sikerült egy nagyobb készpénzösszeget felajánlani az egyik családnak, hogy mondja le a balatoni nyaralást, adja oda a gyereket egy hétre, menjenek inkább táborba. Nem, te nem az apukám vagy, te csak egy gyenge másolat. De, úgyis én vagyok az apukám. Nem, te istenes Bence vagy. Igen, úgyhogy jövő héten sporttábor. Egy hét. Menő. Na. Egy 8-kor elmegy, 4-kor otthon van, imádom, szeretem, de olyan, hogyha lenne, de nem baj. Jó, az. Átütöttük. Milyen sport? Milyen tenisz nyilván. Viket, sajnos nem tudok sehol máshol benyomni, csak egy szinkronus után. Kicsit haladkoztam, kicsit küzdöttem ellene. Tele vagyunk hétvégén feladatokkal, orcsipeszt kell venni a gyereknek, illetve lakkozni kell a lábujjkörmeit. Ki kell lakkoznom a lábujjkörmeit, ugyanis egy brutál szinkronuszó táborban, a gyerek nem volt más. Gyöngyöket kell fonnunk a hajába. Igen, fakultáció pedig a balett. Délután 4-től 5-ig, úgyhogy. És még az anyjának még a bikini fazonyat is meg kell csinálni. Igen. Na, szóval megy táborba. Megy táborba. Ez jó. Egy hét kiütve a nyári szünetbe. Jó lesz. Imádni fogja, hidd el. Abszolút, persze. Felül nincs is kétségem, csak benni olyan. Amit én tökre értek, hogy neki az adja meg a komfortérzetet, ha egy kis barát, egy kis haver ott van vele. Hogy nem 16 vadidegen gyerekkel néz körbe, hanem vagy egy tesó, ugye azoknak jó, akiknek tesóik van, mert ott a tesód már te is bátrabban mész, ez az öccsöknek sokkal jobb. Mert ott a nagy tesó már mennek vidáman. De van neki valaki, és akkor mondom, lesz ott, úgy néz ki, úgyhogy... Úgyhogy egy hét. Én úszás, foci, ilyen sporttábor. Jó az. Jó. Tök mindegy, nincs otthon. Ennyi, egy hét sporttábor. De akkor lesz vele ismerős. A kertész, vagy a mexikai takarító. Igen, nem. Igen. Vagy a sofőr. Persze, az úszómester, a sofőr, a kertész és a szaunamester ott lesz vele. Mindegyik a fejlátnak rá. Igen, és egy karbantartó csapat is megy vele, akik a ház körül serinkednek. Na, azt mondja, hogy... Azt mondja. Közlit keresek. Igen, M1-esen a 110-es kilométernél Budapest felé a mozgó munkavégzés mögött koccanás lassítja a forgalmat, a leállósával lehet közlekedni, ott egy picit vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen, hogy elküldtetek. Az M7-es Balaton felé a 35-ös kilométernél munkálatok miatt lezárva a leállósáv. A munkások átszaladgálnak az úton, a belső sávban nem egy életbiztosítás. Szép napot, Zsuzsi. Tarccal elején trafink van, köszönjük ezt is, hogy elküldtétek. Valamint M9-esről is látni a Sükösnél kigyulladt bálaszárítót. Gábor a papagájos küldte nekünk. Köszönjük. Na, egy nagyon helyes videó kering az interneten. Ezt szeretnénk nektek megmutatni. Gianni vette észre. Megcsinálták Hajdú B. Istvánt úgy, mintha részegen kommentálna, vagyis valamelyik elmeháborodott, és nagyon szeretjük az internetes szubkultúrában mozgó, pihent agyú videókészítőket, mert embernek nem jutna eszébe ilyen videót csinálni, hogy mi lenne, ha Hajdú B. részegen konferálna. Teljesen beteg a dolog, ugye? És a kivitelezés is rettenetesen egyszerű, mert hogy hát megcsinálták. De valaki beöltözött Hajdú B.-nek, vagy Hajdú B.-t? Csak a hangját. Csak a hangját, tehát egy magyar meccset látsz, és elváltoztatták a hangját a lehető legprimitívebb. Halálosan primitív, de nagyon működik a dolog, a Csabi hívta föl rá a figyelmet. Igen, megcsinálták, hogy én azon szoktam gondolni, hogy embereknek mennyi idejük van, vagy mennyire kreatívak, vagy az a fajta Y, vagy már nem is tudom milyen generáció, akik tényleg így nőnek föl, és már nem tévéműsorokat néznek, hanem saját műsorokat, YouTube csatornákat gyártanak, csinálnak, készítenek, hogy tök máshogy jár az agyuk. Ez már neked nem jut eszedbe. Nem tudod kivitelezni, tudod? Meg már nem tudod, meg már
kell ez a föltenni. Töltesz egy fröccsöt, fölteszed a lábad, nézed a gerléket. Ő meg hát de szép az. Igen, ő meg nem teszi fel a lábát, nem iszik fröccsöt, hármat kattint és hármat kattint és csinál egy teljesen elmeháborodott dolgot, ami egyébként szenzációs és teljesen banális egyszerű ötlet, hajdubé részegek konferálás. Annyira nagy hülyeség. A médiket egyáltalán nem jellemző rá. Nem, persze, imádjuk, szeretjük, de a videó zseniális. Na hát így néznek ki, vagy ezt hallanák a tévénézők. Ha Hajdú B-t tegyük föl, mondjuk valahol egy kicsit innál egy fröccsöt, kettőt, és utána hirtelen konferálnia kellene. Egyébként a dolog jó, mutatjuk. Rúgásunk tehát. Már megy is oda, Zsuzsák. És jönnek kis tornyaink előre. És indul Szalai, és vissza lehet tenni Kleneslenek, és újra Szalainak, és ott a gól helyzet, és a gól! És a gól! Szalai vezet Magyarország! Szer gól! Jézusom, én az ilyeneket nagyon szeretem. 150 nap után lehet az piszkálni, pöckölni, tuszkolni. Ennyire primitív, hogy már jó. Tényleg. Egy ide! Nagyon jó. És micsoda támadás volt. Mondjuk megvan, és gyerekek, nem? És nincs lesz. És nem kell nagy gól, át kell a kapus alatt valahogy juttatni. 10 válogatott meccs. Utána mondjuk újra ez... Szalai gólt. Több mint három rozé, nem? Azért ez több mint három rozé. Egy-egy szöget bevert közé a rozék közé. Rettenetesen egyszerű. Na, hát ez valahogy így néznek ki. Így van, így van. Még folytatóig érdemes megnézni, végighallgatni az egészet, tehát ugye a látvány, ez nem annyira... Ez az! Ott van! Kurulj be lassítva is! Vajon ezen valaki van, aki nem röhög, ugye? Tehát ezért ez valaki, ez a mi szellemi szintű, nem? Pinti nagyjá, igazad van, Ádám. Ők azok, akik nem isznak. Ott mehet Stíber, mehet Stíber! Stíber kapura törhet, eldőlhet a mérkőzés, Stíber a 16-oson belül, lövés, gól! Gól! Eldőlt a mérkőzés! És már felállva magyarázni, igen, ez az, aki... Pihen a labda állóban! Hát ennyi. Jó. Na, hát így néz ki. Így néz ki, amikor hajdubi részegen kommentál. De egy az egyben. Tényleg az, amikor már egy ilyen hosszúra nyúlt ivászat végén már... Ki be vagy lasszolva mindent. Ellen. És amikor valami van, akkor próbálsz jönni vele. De már nem sikerül. Az már nem lesz gyorsabb. És te azt hisz, hogy ott nagyon pöröksz, amikor gál! Zsenyi. Jó, nem csem, én ezt a gyereknek, én ezzel tízig meg vagyok. Tehát ezért ez az én gyermekéremet, meg akkor úgy látszik, hogy tiéd, ez abszolút. Tehát ez megpengeti ezen húrokat, mert hogy ezzel totálisan meg vagyunk. Na jó. Oké, fent van a YouTube-on, nézzetek meg. Fent van a YouTube-on, lehet, hogy még belehallgatunk. Nagyon pihen, de mi szeretjük. Ügyesek. Na, ígértük, hogy egy tegnapi témát mi folytatunk, illetve hát pontosabban megcsináljuk a... Hogy szokták mondani? Az ellenkezőjét, vagy a verzéjét, vagy nem tudom, hogy mondják ezt pontosan. Teret adunk a másik oldalnak. Teret adunk a másik oldalnak, mert tegnap szenzációs témánk volt, és hát hihetetlenül jó SMS-eket kaptunk. Meg nem mondom már, hogy indítottuk a témát, de megvan, Feri elmesélt egy történetet, hogy hát bizony azért a balatoni kiszolgálás itt-ott még azért hát lenne hova fejlődnie. Ugye az ember betér egy biciklitúra után egy-egy fröccsre,
a gyerekkel, és hát elmondtad, hogy hogy szolgáltak. Illetve pontosabban, hogy nem szolgáltak hát, ki hogy benneteket. Nem. Igen, igen. Több állomásos volt ugye a turné, meg több helyről, Balatonról, Velencei tóról is, mindenhonnan alakultak ilyen kis élmények. Hát az a legszebb ez volt, amikor köszönsz, nem köszönnek, a jó dekoltázsú, ez azért megmaradt, támaszkodik igen, a pult. Nagyon jó. Sokat javította a kilátáson. Hát csak azért nem kiabáltam. A sokat dob azért. Sokat, de vannak, amit nem tudsz megbocsájtani. Az a baj, hogy el is hiszi, hogy ez elég. Tehát, hogy ez a vendéglátás az önmagába ebbe ki is merül. Úgyhogy köszönés nélkül meg a legalább, hogy azt összele valamit, vagy valamit kérdezzem, még ez se volt. Nem semmi, csak így nézett rám, és akkor ebből indultunk ki, és kezdtük el sorolni, illetve a vendégek kezdték el sorolni, hogy a vendéglátókkal. Hogy a vendéglátókkal mi a helyzet, hogy kit hogy szolgálnak ki? Hát a fagyikan alatt lenyalogató bácsi, a bélizes üveget lenyaló pincérnéni, a rágóját. Csőre ráizzadó. A kukorica csőre ráizzadó kukoricás bácsi, aki azt mondta, hogy nem baj, ez is sós, az is a gyerek úgy se érzi. A rágóját a tányér szélé hagyó pincér, aki azt mondta, hogy már úgy is kerestem, bekapta. Aki belekostolt a levesbe ugyanazzal a kanállal, hogy szerinte az nincs kihűlve, akinek beleért az ujja. Szóval egy szenzációs. És a vendéget, hogy nem forró. A leesett rántott hús. A leesett rántott hús a padlózatra, amit a vendég végignézett, és azt mondta, hogy ez mi, mire mondta a pincér, hogy ne aggódj, góré, reggel felmostunk. Szóval, hogy elképesztően szórakoztató SMS-eket írtatok nekünk tegnap, és már néhány pincérünk egyébként joggal vendéglátós kifogás volt, hogy miért nem csináljuk meg ennek a témának a másik oldalát, amikor is pincérek, vendéglátósok, büfékben, éttermekben dolgozók írnának meg nekünk, hogy milyen vendégek vannak. És a témaötlet abszolút jó és jogos is. Ha tegnap kicsit nem azt mondom, hogy bántottuk őket, de kiemeltük a szakma krémjét, akkor most emlékezzünk meg néhány mondat erejéig azon vendégekről, akik úgy mennek be, úgy rendelnek, azt hiszik, hogy ha ők bemennek valahova, akkor az egész étterem az övék, ha nekük pénzük van, akkor megvették a tulajt, a pincért, a pincérnőt, a pultost, mindenkit. Mert hogy hát itt is biztos találkozni azért szórakoztató, bosszantó, tirpákul viselkedő vendégekkel, akik nem egészen értik, hogy hol a helyük. Hát nem? Vagy hogy kell viselkedni. Igen, mert szórakoztatóval még nem lesz baj, az ilyen értetetlen kategóriát nem tudjuk feldolgozni. Ezt már meséltem nektek, a kávé, amit én pont én főztem le. Oda menni, és akkor kiadom, és mondja, hogy ez forró. Hát mondom, tesó, nem nagyon tudok vele mit csinálni, mert hogy egyébként nem főlát. Tehát, hogy hiába a 20 fokos vizet nem tud átpréselni a kávé. És ugye azért baromi nehéz a dolog, mert hogy a pincér, a vendéglátós ugye nem is mindig teheti szóvá. Tehát amíg a vendég reklamálhat mindenért, addig a pincérnek szinte tehát a legtöbb dolgot el kell tűrni, némán hallgatni, a borra való reményében lehetőleg tényleg normálisan viselkedik. Nem nagyon tehetett helyre a vendéget, mert az erőviszonyok inkább a vendég oldalán állnak. Hát, te vagy értük. Igen. Te szolgáltatsz. Itt jön elő az, amiről tegnap beszéltünk, hogy azért mégiscsak a vendég a fontos, vagy a fontosabb. Tehát, ahogy szokták mondani, a vendég szava szent. Tehát, hogy egy normális vendéglátóipari egységben, hogy ilyen kicsit szockosan fogalmazunk, amikor bemegy az ember, akkor azért hogy egy picit elvárja, hogy körbe rajongják, hogy kiszolgálják. A szó pozitív értelmében mondom ezt a dolgot, tehát hogy kiszolgáljanak, udvariasak legyenek, figyelmesek legyenek, és egy picit talán eltűrjék azt is, hogyha mondjuk egy kicsit kekecebb vagy kritikusabb vagy velük szemben, mert mégiscsak belőled élnek. Hát, de akkor sem engedhet meg magának mindent a vendég. Persze, hát meg nyilván az is számít, hogy mondjuk milyen napszak van már, tehát hogy kicsit fáradtam már este felé, akkor nyilván másképp reagálsz, mint nyitás után közvetlenül, hogyha bejön valaki, aztán panaszkodik forró kávér. Ja, abszolút, de itt kiszélesíthetjük a témát, tehát írhatnak recepciósok, hotelesek, hotelben dolgozók, akik becsekkolnak magyar vendégeket, akik kiszolgálnak, tehát nem akarjuk a témát leszűkíteni tényleg étteremre, bárhol, ahol egy szolgáltatást nyújtasz, és megérkezett a vendég, a fizetős vendég, uszodába, moziba, ahogy tegnap is azért ugye szélesedett a spektrum, tényleg, bárhol, hogy tud viselkedni a magyar, azért ez egy érdekes téma, hát a szállodai recepciósok szerintem ódákat tudnak zengeni egy-egy becsekkoláskor, kicsekkoláskor, de nem? Hogy tud viselkedni az ember? Hogy nálad a pénz, és te fizetsz valamiért, akkor mindent megtehetsz. Én szerintem nem feltétlen pénzkérdés, mert egy csóróbb is tud nagyon munkon viselkedni. De fizetsz valamiért. Most nem azt mondtam, hogy gazdag vagy. Inkább mentalitás, nem? Aha. Tehát igen, az, hogy te fizetsz valamiért, azt akkor hiszed az akkor, hogy minden a tiéd. Igen. Ja. Igen. Nekem egy tetoválos ismerősöm mesélt, hogy bejött a kész tervel az ember, amit ő maga rajzolt meg. És akkor ő mondta, hogy figyelj, megcsináljuk, ha neked ez az álmod. De ez nem sárkány. Hogy? Igen. Ez nem lesz sárkány soha. A kínai jelek,
amelyeket te kinéztél, ez azt jelenti, hogy két szecsuáni rizst kérek. Igen, ez kék humpaos csirke mogyoros rizse. Igen, igen, nem az, hogy ez az igazság útja. Igen, tehát, hogy ez nem egy Laoce idézet, ezt ne tedd föl, tesó, mert ez... És így ezeket elmondta neki, de mondta a srác, hogy de, hogy ez higgy el, hogy ez jó fog kinézni, mert ő fölfogta magának ide, ahogy hívják, ezt lapockájára akart maradni, fölrakta ide a papíron oda rajzoltat, és tükörbe megnézte, és az nagyon jó volt. És egy fél óráig győzködték, de nem. Akkor mondja, jó, hát nyilván megcsináljuk. Akkor, ha ez a izé, föl is varták rá, és akkor utána mondta a srác, hogy, hogy akkor ezt most akkor szedjük le. De mondta, hogy... Te soha ezt hoztad. Hú, mit te akartad? Egy az egybe. Nem lehet. És hogy ez egy tetoválás, nem egy lemosható matrica. Igen. Mert tudod? Van egy ilyen jellegzetesség. És ment az óriás cirkusz, hogy akkor most mi lesz? Én annyira tudok szorongani, amikor olyan társasággal ülök be, mert néhány üzleti vacsorán ez megtörténik, vagy amikor elmész valakikkel, akiket nem te választasz, és nem a barátaid, van egy-két ilyen ember, már nem kell velük nagyon vacsorázni, de régebben kellett, és azt érzed, hogy annyira szorongsz azért, hogy beszél a pincérrel, hogy egyszerűen mindig te próbálsz egyensúlyozni. Nincs olyan, hogy odaszól bunkon, te utána odaszólsz valamit nagyon finom, és még légy szíves ezt hoz ki, hogy érezze, hogy te valahogy nem vagy közös velük. Nem a te brancsod. Tehát nem egyszer ültem be olyan emberekkel, akik tényleg olyan szinten beszéltek pincérekkel, hogy ezt vidd el innen, ezt fogd meg, ez nem kell, ezt viheted. Tudod, és utána te azt mondod, hogy legyél szíves, még hozzá légy szíves egyet, és próbálod az egészet leválasztani magadról, hogy igaz, hogy te ülsz velük egy társaságban, de te nem vagy olyan. Jó, de tudod, mi és nagyon szorongasz, mert nagyon bánt. Nagyon bánt, hogy így beszél vele. Persze, mert az illetőt nem ismeri. Tehát lehet, hogy az üzleti életben az ember, akivel beültél és irgalmatlanul primitív volt, az ismert, de a pincér számára ki az ismert az asztal társaságból? Balázsék tegnap be voltak. Annyira bunkók voltak. Igen, és akkor valahogy megpróbálsz visszajönni. Tehát ez vidd el, ez nem kell, ez hozzád, hol van már, tudod, és így ülsz, ezek, és látod. Ezek azt hiszik, hogy van egy kis hatalmuk, vagy nem kevés hatalmuk, nem kevés pénzük, és akkor onnantól kezdve a popsiból húzták volna ki a személyzetet. Én nagyon tudok ettől szorongani, és nem csak a béli félelme miatt, hogy utána kérek egy vanaliasodót, és azt körbeállják, hanem egyszerűen nem jó érzés. Te nem jó érzés, amikor így beszélnek emberrel, te ott ülsz hülyén egy ilyen asztaltársaságnál. A legirritálóbb ebből egyébként a tegezés. Tehát, hogy ez a ezt vidd el, ezt hozd, ez nem kell. Én is tegezem a pincét, csak nem mindegy, hogy. Igen, csak én nem magázom más, pincét, más egy picit a hangvétel. Ők inkább szolgának tekintik a személyzetet. Az nagyon kellemetlen tud lenni. Na, drága hallgatók, megvizsgáljuk akkor a másik oldalt is. Pincérek, étteremben dolgozók, balatoni büfések, hát biztos, hogy vannak szép számmal azért történetek, recepciósok, egészen nyugodtan. Jó? Írjátok meg nekünk, hogy kell elképzelni, amikor a magyar nyaral, amikor a magyar étterembe megy, amikor rendel, amikor megérkezik a szálloda recepciójára, vagy csak bemegy egy boltba, cipőt szeretne, könyvet szeretne, farmert szeretne, tényleg bárki írhat nekünk. Jó? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos írei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. És újra Szalainak, és ott a gól helyzet, és a gól! És a gól! Szalai vezet Magyarország! A részekajdúba. Igen. 150 nap után lehet az piszkálni, pöcskölni, tuszkolni. Hajdubá is van, mi lenne, ha részegen kommentálnak? Ez a kedvenc videónk. Fent van. A legszorogatottabb a fikció. És micsoda támadás volt! Stincsles! Igen, berakjuk majd a Facebookra a linket, és akkor meg tudjátok hallgatni. Na, itt vagyunk. Egy sokakat felkavaró kis mesap után, de hát ez megy egy ilyen reggel, ma mindenkinek átlépjük az inger küszöbét, úgyhogy Punjabi MC, ugye? Hát nagy sláger volt régen, egy kis Metallica is volt benne. Így van, egy kis killemolos Metallica ráadásul, még az ős időkből. Igen, hát és Knight Rider, és Knight Rider is volt, hát a Knight Rider zenéje is konkrétan benne volt. Gyöngyszemeket találunk ma reggel. Na, ugye arról beszélgettünk tegnap, hogy milyen érdekes pincérekkel találkozik az ember, ma pedig arról, hogy milyen érdekes vevővel, vendéggel, és hát özöllenek az SMS-ek. Ugye a tegnapi témát folytatjuk, a fordítottját csináljuk. Most arra kértünk mindenkit, aki eladóként, pincérként, étterem tulajdonosként, recepciósként dolgozik, hogy milyen a magyar, amikor nyaralni megy. Ugye nem szabad általánosítani, nyilván vannak jól neveltek, kulturáltak, tehát nem azt mondom, hogy mindenki ilyen,
De ez jó. Milyen a magyar, ha nyaral? Azért ez egy jó, jó alcím lehet. Persze nyilván nem mindenki. Grillcsirkés vagyok, egy kedves vevő elvitt egy pipit, és pár órával később visszajött a csomaggal reklamálni, mondván rossz volt, és kéri vissza a pénzt. Kértem vissza a csirkét, elém rakta a leszopogatott csontokat. Annyira rossz nem lehetett akkor, ha meg. Nem vagyunk csont visszaváltó, így egy hallgató. Fagyizó odajött hozzám, négy fiatal srác, mondták, hogy nyalni szeretnének, de nem fagyit, mondtam nekik, hogy oké, arrébb. Erre megjelent egy 70 körüli bácsika, aki annyit mondok, kéne két gombócot, és a kezével melleket formálva ja. vigyorgott. Úristen, az öreg bácsika. Ancsa küldte nekünk. Balatoni szállodában nyaraltunk pár éves védasztalos reggel, mellettünk lévő asztalnál gyerek az apjának. Apa, én már nem vagyok ilyes. Apa, nem baj, fiam, nem otthon vagy, most tegyél, most van ingyen. Így van, ki van fizetve. Ugyanitt, anya, kenj pár szalámisat, visszük a strandra. Ez az igazi magyar mentalitás, ez Gyuri küldte nekünk. Én egy fagyizóban dolgozom, egy idős néni minden nap végig kérdezi a fagyikat, hiába van minden kiírva, és utána mindig csokit kér. Minden nap jön, mindig végig kérdezi, mindig csokit kér. A másik kedvencem, adja abból a sárgából is. Még jó, hogy van három különböző sárga. Gyuri küldte nekünk. A magyar vak, hiperben dolgozom, Hapi bejön, szitkozódott, hogy nem találja a hely nekem sört. Mondanom hely se nekem. Kell. Igen, mondom csak, áttalált neked, drága, ezért nem talált. A hely nekem sört, igen, ez keresztem. Egyszer bejött egy bácsi a kocsmába, mert hogy ott dolgozom, kérte egy viszki kólát, de erőzett. Kérdezem tőle, hogy legyen dupla, mondja, hogy nem, mert úgy drágább. Mondom, hát igen, úgy valószínűleg drágább, akkor sima kell neki. Megitta, majd nyilván reklamálni kezdett, hogy nem volt elég erős. Kedves vendégem közölte, hogy nagyon jó minőségű bort szeretne, felszolgáltam neki egy 2008-as vöröset, erről dühöngve kiabált, hogy idei bort szeretne. Mondtam, hogy a kedves vendég türelmet kérem, amíg eljön a szület ideje. Nem várta meg, távozott. Azt mondja, hogy én egy Hiltonban voltam szobaasszony, és elfogyott a biszkét, ugye ez a kis apró sütemény, amit letesznek az ágyra. Reggel az eligazításnál szóltak, hogy baj van, mert nincs, elfogyott. Az egyik vendég kedvence ez volt, nem tudtam neki adni, de ő elkapott a folyosón, hogy hol a sütije. Mivel én 170 centi vagyok és 55 kiló, ő kb. 120 kiló, megragadta a ruhámat, hogy azonnal hozzam ide a sütit. Komoly fenyegetés után elrohantam, és szereztem neki nagy nehézségek árán kettő darab mezei kekszet. Hogy milyen vendégek vannak, és akkor nem? Tehát hozzászokott, így van, ki van, ez is fizetve. Elkényeztették. Igen, egy hazai nagyforgalmú mozi kávézójában dolgozom, megjelent egy idősebb úr, hanyagul odavetette, a szokásosat kéri. Mondtam neki nagy tisztelettel, kellő udvariassággal, hogy nem tudom, mi a szokásos, mire elhadart. A kolléganőm elkezdte csinálni, közben én fizettetni próbáltam, mire közölte vele, hogy mit képzelek, először megkóstolja, és majd eldönti, hogy ki fizeti-e. Köpni nyelni nem tudtam. Egyetlen mondat jött ki belőlem, rendben, akkor a kolléganőm kiszolgálja, és ezzel lendülettel bevonultam hátra a raktárba. Azért a mentalitás az kemény. Az nem? Kell, ja. Megkóstolja, ha ízli, kifizeti. Egy vidéki szállodában dolgoztam felszolgálóként, a vendég szólt, hogy fizetne, de hozzátette, normálisan számolják, mert ő budapesti és tisztában van mindennel. Erre válaszoltam neki, hogy ne haragudjon, norom, én is budapesti vagyok, higgyel, Pesten sokkal nagyobb parasztok vannak, mint itt vidéken. Ja, persze nem volt. Van egy hallgatónk is, halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello, szia. Marci, Viktor. Na veled mi történt? Viktor, hello Viktor, akkor először Viktor. Vagyok. Hello Viktor. Szia Viktor. Hozzánk az egyik, úgymond ilyen tévés ismert személyiség jött be, vacsorázott a barátok közből, nem tudom elkívánni neki a Berényi Mikit játsza. Hát most már mindegy, elmondtad. Szóval tényleg nyitott csak. Hát meg voltak elégedve minden, de csontra kiszámolt a számlán található összeget, és aláírta a szalvétát, hogy ezt szeretné itt hagyni borra valóként. De ő rá is írta a szalvétára, hogy ez lenne a borra való. Nem lehet, hogy hibáztatok valamit előtte? Nem, akkor tehát... még a szalvétát se írtam volna alá, akkor nem. Ja. Tehát volt, mint a 20.000 forint a számla, hogy 21.000. Ő csontra kiszámolta, odaadta, és azt mondta, hogy a borra való az, amit a szalvétára ír. Nem, a szalvétára írta rá, hogy borra való, és az aláírását. Okay, tehát, mint hogy ez valami. Hát igen, ebből sok kenyeret tudott venni a kollega, vagy sok bort tudott belőle venni. És mit csináltatok a szalvétával? Semmit, kidobtuk úgy, hogy még lássa. Oh, ez mondjuk jaj, szép. Ez mondjuk szép. Ez hát igen, de igazából azon nem tudsz mit kezdeni. Tehát, persze, nyilván nem fogod bekereteztetni, persze. De volt nálunk most a polgártatás egy pár hete. Na, meséljön. Remélem jól viselkedett, nem hozott rám szégyen. De abszolút nem. Bejött egyik közvendégünkkel kicsit iszogatni délután, és az annyira jól sikerült. Előtte osztott négy-egy kártyát, hogy hívjuk, hogyha van valami. Ja, ez mondjuk nagyobb, hát is. Itt vagyok, Peti vagyok, hívjátok. Ez minden temetés, bármit vállalok. Igen, falunap, temetés, falunap, vövékedés. Igen. Úgyhogy leültek a közvendégünk, elkezdtek iszogatni, és végig annyira jól sikerült, tehát ketten tűntük ki igazából az üzletből. Tehát ilyen teljes lámpaoltás lett nála sajnos, tehát
az jó, figyelj, ha állásvendég sokat fogyaszt, be is rúg kicsit, nem balhézik, az nem baj, nem? Igen, hát bevonta a személyzetet is igazából az iszogatásba, és hát minden vendéglátósok azért tudnak inni általában, és hát úgy már az nem jött ki a végén belőle. Aha. Figyelj, és ki volt a békás? A rendes nevét azt nem tudom, tehát hogy aki a Berényi Viki. Berényi Viki. Jól mondom? Berényi, ja, őke valaki, ugye? Vagy igen, igen. Húzzuk még lejjebb szegényt. Nem tudom a teljes nevét, és igen, ő hagyta. De a polgártat is elég jó volt. Tehát ő egy másfél-két órát volt ott, amíg tudta magát tartani. Utána bevonta a személyzetet és az iszogatásba egy kicsit, és tudod, a vendéglátásban két út van, azt szoktuk mondani. Az egyik az alkoholizmus, a másik meg járhatatlan. Igen, tényleg így van, vagy vele is szól, vagy véged van. Igen. És azt hittük először, hogy valamilyen bújjásket játszik, le volt dőlve az asztalról, no biztos számol, akkor el kell bújni. Keresett valami. Igen, akkor már mondták, hogy ez már a végső stádium. Rádölt az asztalra. Jó van, Peti, hát szereti az életet, szereti inni, szeret bulizni, nincs ezzel baj. Adott boravalót, kifizette a számlát, jól viselkedett akkor, nem? Akivel jött, igen, ő már nem tudott. Jó, na jó, de hogy valaki kettő közül legalább fizetett. Jó fej volt. Persze, abszolút, de okay. Jó fej volt, amíg ott volt meg a 4-5-2-et is elrakni. Azt figyelj, bármival hívjátok, ő jön. Nagyon hálás fellépő. Köszi, hogy elmondtad, ciao Viktor. Köszönöm, sziasztok. Hello. Jut eszembe két hét múlva, Szabi, írjátok majd el, elégysz az autogramkártyákat, amiket ott hagytam az asztalon, jó? Mész osztogatni? Ez lesz a boravazás. Adok boravazat, egy bari autogramkártya. Ezért ez elég erős sztori, igen. Itt van velünk Marci, hello Marci, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello! Várjál, Marci, most egy kicsit jobban talán, igen. Jól van, sziasztok, jó reggelt kívánok! Hello, na, veled mi történt? Én igazániból kereskedelemben dolgozok, nekem onnan vannak sztoriaim. Ezek is igen érdekesek, például amikor tölted a sort, kedves vásárló, bevettel a kocsival, megáll mögötted, lazán, mint a kiskutya föleneli az egyik lábát, és így egy galambrajt így felenged mögötted szép hangosan. Te árut feltöltöttél? Tehát árut feltöltöttél egy multiban éppen? Pontosan, egy sort? Igen, pontosan. Hát konkrétan egyébként a galambrajnak olyan madártaga volt, hogy a legyeket a levegőben ölte meg. Tehát, Hát figyelj, rájött, hát van ilyen, most, persze. Hát. Tehát gyorsan töltöttem a sort, hogy kimenekülhessek. Igen. Ezen kívül vannak még egyébként akár százával ilyen sztori, kedves vásárló úgy udvarol a kolléganőnek, hogy a bevásárlókocsit addig tolja a sarkára töltés közben, amíg szegénykének már vérzik a sarka. Három ember kellett, hogy megmentse. Tehát jön a vevő, tetszik neki az árufeltöltő lány, és rátolja a kocsit a sarkára, hogy ezzel fejezze ki a tetszését? Tudod, mint az óvodában, ami rágúgul, mint a hajba. Tehát valami... Aha. Atya úristen. Meghúzzuk a coffot. Pontosan, de a három éves kisfiam virágot visz, tehát konkrétan ő már itt tart, úgyhogy ez egy kicsit primitívebb volt. Hát ilyenek, van ilyen is, nem mondom, persze, nyilván nem mindenki. Igen. Most még szegény pénztárosokat is tudom sajnálni, amikor három kigyúrt ember oda megy eléjük, és mondják neki, hogy melyik öt terméket húzhatja le, és a 15-öt nem. Máskülönben családja és élete veszélybe kerül. Atyaisten. Jó, hát ez már ilyen szociósztori, kicsit drámai hangvétel. Igen. Oké, Marcikám, köszi, hogy elmondtad ezeket. Köszi, ciao. Hello. Kálmán itt van velünk. Hello, Kálmán, jó reggel. Ciao. Szerbusz, sziasztok, jó reggel kívánok. Szia. Neked van egy üzleted? Igen, nekem a belvárosban az egyik legfrekventált helyen van, a Váci utcában egy késes műköszörűs üzletem és egy finom acéláru kereskedésem. Na, bejön a vevő, mit csinál? Igen, itt konkrétan egy német hölgyről volt szó, bejön a boltba, egy 40-es, nagyon jól szituált hölgy volt, megkérdezi, beszélek-e németül. Természetesen válaszolt, ami Gunta Agrius Gottkennet a szelfen, tehát hogy segítetek-e valamiben. Ja, Stefan, das ist gute Position. Igen? Ja, genau. Majd kér egy lábkörönvágó ollót. Hát elég furcsáltam, de megkérdeztem, hogy mondom, egy egyszerűbb kategóriát, vagy esetleg egy prémium kategóriát. Ezt hogy kérdezted meg németül? Jó, nem húznám az időt. Lényeg a lényeg, természetesen egy prémium kategóriát választott. Átnyújtottam neki, majd megkérdezi, hogy hát szeretnék kipróbálni. Volt már ilyen eset, kibontottam neki a csomagolásból, átnyújtottam, majd gondoltam, hogy esetleg a kezén elkezdi kipróbálni a lábkörönvágót.
Hát a sztori vége az lett, hogy 25 éve szakmai tapasztalattal ott álltam a pult mögött, és nagyot pislogtam, amikor elkezdte szépen notoriósan vágni a... Gyönyörű! Hát micsoda kép, és de jó hallani, hogy a németek se csinálják ezt máshogy. Hál' Isten, megmentve a magyarok becsületét. A pultban és szépen a nagyláb ujjától szépen elkezdte vágni a körmöket. Próbáltad menteni, ami a menthető, és a repülő rábúj körmöket még a levegőben elkapni, hogy más vevő ne essen benne el, vagy hagytad, hadd repüljenek. Mondom, akár izod, akár nem, ott pislogtam, itt halasz agyorban a pult mögött. Majd miután befejezte a jobb lábát, ugyanúgy folytatta a bal lábát. És utána megvette? Várjál, és itt jön a sztorinak a legnagyobb csattanója. Miután ezt megtette, megköszönte, átnyújtotta, auf Wiedersehen. Ne! És itt volt komolyan. Tehát levágta mind a 10 ujjára a körmöt, majd visszanyújtott. Csinálhat, hogy lengyel volt egyébként, csak tudott németül, és azt mondta, hogy most bejegy. Tulajdonképpen örülj neki, hogy nem kért izét reszelőt a végén. Így van, és hogy a szerelőből jártál volna. Igen. Persze. És tényleg az, hogy ez egy nagyon-nagyon csinos, jó szituált 40-es hölgy volt. Na, hát átnyújtotta, megköszönte, majd viszontlátásra. Tehát azért mondom, 25 éve állok a pult mögött, és azért sok mindent láttam, de azért még ilyennel nem tapasztaltam. Azért ez elég erős, ez picit erős. És az érdekes, ez pontosan a múlt héten történt. Atya úristen, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm. Hello. Szép napot. Nem vagyok pincér, de ez már nekem is kellemetlen. Törökországban nyaraltunk, a hotelben találkoztunk egy magyar családdal, velünk vacsoráztak, nulla angol tudás, a pincérnek csettingettek, majd úgy gondolták, jobb olyan jéggel dobálni őket és kihasználni, hogy nem tudnak magyarul. Reggeli műsorban nem való szavakkal illették őket, hogy ott állt az asztalunk mellett, le a kalappal, hogy a pincérek mindezt mosolyogva csinálták végig, a hátuk mögött nekünk mutogattak, hogy ezek bolondok, meneküljünk. Az milyen poén, nem? Mikor nem tud magyarul dobálni a pincér, és akkor elkezdett csettingetni neki, meg jéggel dobálni. Igen. Az egyik vendég azzal szórakoztatta a gyerekét, hogy imitálja, hogy belefújja az órát az abroszban. Nagyon... Ne, jó, hát ez... Nézd, Pistiket, oda nézd! Jézus Isten! Nagyon angos és bunkó volt, amikor szóltam neki, hogy moderálja magát, felháborodva kikérte magának, mert hogy neki egyébként garat műtétje volt, azért krákol. Aztán valami rántott dolgot rendelt, garat műtétre. Kereskedelmi is vannak érdekességek, 100 forintos üzletben a vevő az akció zokniból hányas méretet vásároljak, a 38-as csizmát hordok, kérdezte. A szilveszteri konfetti hány darabos? Nagyon jó. Nagyon jó. Úristen, engem. Nagyon jó sztori, mikor a vendég megkérdezte, hogy a sertés zsírt tartalmaz-e a madártej, mert allergiás rá. Könnyes szemekkel mentem el a konyhára, és megkértem a séfet, hogy segítsen, mert nem tudok megszólalni a röhögésről. Majd elmondta az úriembernek, hogy sertés zsír ugyan nincs benne, de sertés tojás igen, úgyhogy lehet nem kéne megvenni a munikültenek. De jó harc. Na jól van. Hát, sertés tojás. Köszönjük az SMS-eket, nagyon sok van még, csak lejárt az időnk, lezártuk a témát, de drágák vagytok, köszönjük, nagyon sok jött. Mutatjuk gyorsan, hogy mi a beugró. Jó, ha szeretnétek hármas ugrást játszani, figyeljetek. Jó, hát ez egy ajándék. Ez egy ajándék. Nektek kettő darab dalcím vagy előadó, jó? Írjátok meg, hogy mit hallottunk, mi pedig jövünk a hírek után. Kilenc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk. Csütörtök van, és nem sokára jön a péntek, jön a jó idő, elmegy ez a kicsit enyhébb hidegfront, és vasárnap már újra kánikulát mondanak. Szombaton esőt, hát. Tényleg? Azt nem is láttam, azt nem hangzik túl jól. Szombat eső? Igen, meg gondolom nem nagy megint csak ilyen ijesztegetés, de már igen, szólna. Mert én már 30 fokot látok szombaton, és kicsi felhőt esőt. Vasárnap viszont már 32, hétfő 35, kett pedig 37. Jön a kánikula. Az már szabink? Nem. Még jövő héten vagyunk. Akkor a jó időt kértünk. Nagyon remélem, hogy jó idő lesz. Csapatni majd az új Lexusszal.
Ó, oh, te! De jó az! Majd a megvan! Majd elviszelek követ bennünket, ma nyugtával dicsérde napot, igen. Na, de Feri, ezt most tényleg miért kellett kérdezni? Ne haragudjatok, szeretet! Nagyon érzelmes egyébként. Ilyenkor pedig bepárosodik a szemüvege is. Annyi szeretet árad belőle mindenki Feri. Figyeljetek, én nem akartam, de Feri mondta, hogy bali egyet az én kedvemért is betettünk. Értem, átöleltem a lábát, letérdeltem, magamhoz szorítottam, és azt mondtam, hogy bali. Ez ezért jó, ez egy zenei hullámvasút, sosem tudjátok, hogy mi a következő. Ez egy kicsit utálom, mai... kicsit mi ez, jaj, de szeretem, úristen, de jó, úristen, mi ez a szörnyűség. Öröki hálások leszünk, tocsog a boxerem, komoly. Olyan jó videóklipje van ennek egyébként, halálosan egyszerű, de olyan szép klip egyébként. Aha, nézzel. Sokat, és közben hallgass hangosan. Ezért most tartozom egy Ice-T számmal, amelyik a Vatikántól a Cop Killer. Jaj, Isten, Balzsi, emlékszem, ilyen jól lassúztunk erre az Arató diszkóba, üdv Feri. Jó kis Arató diszkó. Jaj, Istenem. Ez is a fiatalságunk része volt, a Backstreet Boys. Ne próbáljunk a elnyomni ezt volt. Lelkünk sötét bugyrai, mert minél jobban elnyomod, annál jobban előjön. A Backstreet Boys és az NSYNC, hát az anélkül nem volt diszkó. Még a felháborodásod is punc is. Istenem, mekkora muzsika, mekkora. Jó kis Backstreet Boys, de szeretem. Mennyi lóvét kerestek ezek a srácok ezzel a csokással? Elmondom neked, hogy baromi sokat, és egyébként azt is említem, van, nem is olyan rossz énekesek ők egyébként, fura, de nem, tehát ott van kettő énekes egyébként nagyon jó. Tehát a Nick Carter is nagyon jó énekes, meg ott volt valami, nem tudom, AJ, vagy nem, de ő is egy jó énekes. Tényleg. Nagyon sok AJ. Ahogy az NSYNC-ben is egyébként azért kiváló énekesek vannak, persze nyilván tök nyál az egész, meg fiú zenekarok, meg blá, én csutálom. De van egy-két jó énekes benne azért. Uh-huh. Csak hát el nem tudtak más létrehozni, mint ezt. Hát azért ezzel nagyon sokat kerestek. Nagyon sokat. Nagy. Hát nagyon a Backstreet Boys, NSYNC, hát az... Mivel zárjuk majd egy Manhattannel? Ne húzzál föl. Ja. Kihúzhat a gyufát, tudod. Na, de lesz még valami kis finomság majd fél tíz után. Gyorsan egy pici közlekedés, vannak azért fejlemények az utakon. Azt mondja, hogy baleset van a 4-es úton az Albert Irsai kereszteződésénél, ráadásul félpályás zárva, Laci, köszi, hogy elküldted. Balmazújváros Hajdúböszörmény között a keleti főcsatorna hídjánál egy kombájn felszakította a szalagkorlátot, félpálya halad a forgalom, a rendőrök helyszínelnek. Simon tornya 61-es úton kint a háromlábú a vendéglőnél, igazi földmérők, jó munkát nekik. Budapest Székesfehérvár szakaszon késnek a vonatok 40-50 percet, ezen a héten már másodszor, Viki üzente. A Blaha működik a lámpa, de rendőrök irányítanak, na azt mi, azt hogy? Annak mi az oka, ilyet még nem láttam. De és akkor melyiket figyeled? Mert a lámpa jogos. Zöld, a rendőrbácsi meg így áll neked szembe, szétett rendőr, kézzel. A rendőr felülbírálja a lámpa. Igen. Szerintem igen. Lehet, hogy jön valami delegáció, és akkor beállnak, hogy majd el tudják engedni. Aha. A delegációt. Bár azok a Blaha felé nem nagyon mennek. Az élőt kell nézni, nem a Robocopot. Lehet, hogy valamilyen delegáció a keletiből érkezik, vonattal jönnek, és úgy mennek az be a parlamentbe. Az nagyon valószínű. Igen. Ez ögykölönnek a keletig, és ott jönnek végig a Kossuth Lajosra. Hát vagy gyakorolnak, az is lehet, nem? Lehet. Mire? Mármint a fiatal rendőrök. Ja. Gyakorolnak irányítani. Tényleg náluk van ilyen vizsga, mint a motoros vizsga, amikor ki kell menet közlekedésbe? Biztos van, nem? És sokszor láttam már ilyeneket, amikor kim van a picit idősebb, tapasztaltabb főtörzs, és a kótál mellette a fiatal zsenge. Aha, és a zsenge gyakorol, és a főtörzs pedig rohondod, hogy nem. Ott áll mellett egy gumibottal, és rá kezére a rossz felé mutat. Igen. Tartal elején van egy trafing, és Győrben a Szent István úton a virágágyásban van a kamera. A Nádor aluljáró felé haladókat nézik, és Bazsi küldte nekünk. Direkt, vagy már bedobta valaki? Mit? A virágágyásba a kamerát. Ja. ott próbálják felállítani. Igen, Bali, rohagy meg, ezt fogom énekelni egész nap. Ez ezért van? Vannak olyan dallamok, amik sosem mennek ki a fejetekből. A Backstreet Boys ez ilyen. Bali, értem, hogy hullámvasút, de miért csak lejtő van benne? Csak felé megyünk. Majd a felé is képzeld el ilyen mélységek után. Most vagyunk a legaján gyerekek, innen már csak felfelé tudunk. Ne, van az innen már csak felfelé. Ismerjük felfelé az ízlésed, tudunk. Egy jó modern talking. Figyelj, a Backstreet Boys ez olyan, mint a tévébe győzik-e. Senki nem nézi, de mindenki látja, nem? A Backstreet Boys is ilyen, hogy úgy, nyilván tudom nektek, nem? Senki se szereti, de mégis mindenki kicsit énekli, amikor szól a rádióba, körbenéz, hogy nem látja senki, kicsit felhangosított, kicsit megkönnyezett. És neki sincs érettségi? Győziknek van? Vagy nincs? Nem tudom. Hát még kell hozzá, vagy végig, hogy Backstreet Boys legyél. Nem tudom. Na, olvastátok azt a hírt, hogy 22 buszsofőr nem ment reggel munkába, mert fejenként csak nem 1 millió eurót, azaz 300 millió forintot nyertek a hétvégi euró millió lottó sorsoláson? Milyen igazuk van? Milyen igazuk? Lehet, hogy én is csak beköszönnék.
1 millió euró azért az nem rossz. Hát igen, most gyengül a forint folyamatosan a Brexit hatására. 1 millió euró az 320 körül. Igen, 320 millió forint. Jó, mint 300. Váltsuk rosszul, nagyon rosszul. 300 millió forint. Nem rossz. Hát, nem rossz. Igen. Ez, ha jól tudom, egyébként valahol Írországban történt. 23 millió eurót nyertek közösen, 7,5 milliárd forintnak megfelelő összeget. Hmm. 22-en játszották, és egyikőjük sem ment be dolgozni. Érek. Ilyenkor persze jó az euró. Ilyenkor persze az eredetnek az eurót. Nyerve, jó. A kollégák egyébként nagyon sportszerűek voltak, gratuláltak a nyerteseknek, és hát ők felvették a munkát, de okozott némi fennakadást, persze nyilván próbáltak terelni, hogy nem okozott fennakadást, meg megoldották. Minden esetre a dublini busz közlekedés vezetője, ebből sejtem, hogy talán Írország lett, gratulált. De mi? A busz közlekedés vezetőjéből. Ja, a van, az íreknél van jó busz. Tudod, a Dublin nekem nem mond semmit. Gratulált a nyerteseknek, és azt mondja, hogy hát a munkásosztály tagjai közül ritkán gazdagodnak meg ilyen sokan egyetlen nap leforgása alatt. És az ember elgondolkodik, hogy ez Magyarországon megtörténne, és mondjuk csoportosan nem vennék föl a munkát, az hol okozná a legnagyobb pánikot? Vagy hol hát ugyanúgy a BKV-nál. Közlekedés, tehát egyébként se áll jól, ugye? Tudjuk, hogy néha vannak csúszások, vannak hibák, itt is nálunk is ugyanez. BKK-nak a Facebook oldalát, vagy járat kimaradása, mit tudom én, a 7-es busz vonalán Eurocheckpot miatt. Ma nincs közlekedés. Ma nincs közlekedés. Ez az, amit nálunk is játszanak? Ezt nálunk is játszanak? Lehet. Megnyereted. Igen. Ugye itt azt mondom, hogy 5 plusz még a plusz hát számokból 2, tehát ami a 7-et talán, de horror. De mivel ugye egész Európában játszák, ezért nagyon sok pénz van rajta mindig. Tehát, hogy ezt most hiába vitték el az egyik héten, a következő héten már annyi vásárlója van, és ezért akarják sokan megnyerni. Nincs nagyobb esélyt, sőt. Hát sőt. Sőt. Ez azt jelenti, hogy ha fel is mondasz, tehát buszsofőr vagy, nyersz 1 millió eurót, azt elmondasz, föl. Nem? Föl, 300 millió igen, forint. És ugyanakkor meg nem, azt mondod, hogy... Nem, rendbe a buszotat, és akkor ez a jársz majd. Végre valahára. Igen, ugyanakkor meg szemétség, mert valakinek viszont be kell menni dolgozni helyette. Tehát, hogy ezek rohadtság, egy 22-nök fölmondta, kicsit leállt a dublini közlekedésbe. Ha egy ember nyeri meg, és ő nem megy be dolgozni, ez pótolható, de 22 ember egy munkahelyről egyszerre esik ki, az mondjuk mocsokság. Még akkor is, ha nyertél 300 milliót, akkor majd hónap utántól nem jársz be dolgozni. 22-en távol maradnának, akkor már 5 mínuszban lennénk minimum. Plusz ember. Azt gondolkozom, hogy melyik munkahelyen lenne a legnagyobb káosz? Szerintem a BKV, BKK-nál nem, mert a buszok robbannak le, buszok égnek ki. Azt mondják, hogy nem volt rajta utas, persze, mert leszállították köz. Ugye? Tehát, hogy alapod. Mire égett addigra, nem is nem volt rajta utas, persze, ott álltak. Szelfiztek az égő busz mellett. De például mondok egy példát, légirányítók. Tehát kézzel nyernek a légirányítók, mondjuk 22-en. Az egyik legjobban fizetett szakma hazánkban. Aló torony van ott valaki? Kérdezők, másnap azt mondják, hogy köszönik szépen, ők ugyan nagyon jól keresnek, teszem hozzá joggal, és fizesség is meg őket, hát emberek tízezrei felett diszponálnak, úgymond, tehát fizesség is meg őket, stresszes meló, de 22-en felmondanak, megáll a légi közlekedés igen, Magyarországon, igen. Nem? Nagyon durva, OMS. Tehát vannak azért ilyen OMS. Igen, országos mentőszolgálat. Ja, országos mentőszolgálat. Na most hirtelen a meteorról így járom. Onnan 22 ember kiesne. Ott így is ember hiányal probléma lenne, óriási probléma. Ott így is ember hiányal küzdenek. Ide valaki paks, például az is ilyen. 22 ember nem megy be, mert megnyerik az euró jackpotot. Hát azért a paksal is lenne. Nem megy, és azt mondja, tudod. Ja, igen, vagy nem, ennyi se lenne. Józsi, megint mire támaszkodtál rá? Mondtam, hogy ha arra a gombra rátámaszkodsz, akkor leolvadnak. Leolvadnak a retettek. Márika, egyre több villog, egyre több mutató van pirosban. Nem tudnád mégis a Laciékat felhívni. Igen. Nálunk a parlamentben 170 ember gazdagodott, meg még sincs káosz. Tényleg. Tényleg, azért ez egy érdekes dolog. Egyik nap még buszvezető vagy, a másik nap pedig van 300 millió hát, forintnak egy megfelelő eurót. Egyik nap gázszerelő vagy. Nézd. Hol? János. Én a parlamentes SMS után megálltam. Igen? Lény. Miért nem tudsz te is megállni velem? Jaj, ez összecsengett. Ez áthallásos. Ó, de óvatlan volt. Még gázszerelő vagy? Aha, na jó. Legyen villanyszerelő. Jó, igen. Igen. Miért pont gázszerelő? Igen. Jó, most mosogatógép szerelő. Mosogatógép szerelő. Nagyon jó. Én még bízom a Frekiben. Nagyon jó. Szóval... ha valaki buszvezető, nem biztos, hogy pénzügyi analfabéta.
Hát a lottózni nem kell nagyon ok, vagy ez most nem arra gondolok, hanem hogy sokszor mondják, ugye, hogy az a dinamikája a dolognak, hogy megnyered, nem értesz a pénzhez, seggére versz, vége van. 10-ből 8 a nullából indul, és vagy mínuszban, vagy nullával zárja egy-két év után. Erről sokat beszéltünk. Igen. Nem jöttök be másnap ti sem? Mondjuk nyertek 300 millió forintot. Sok az? Meg vagy abból életed végéig? Hát ha csak bejövök megmutatni az arcomat. Nem jössz be. Ha most tényleg teljesen reálisan nézzük, akkor baromira hallgatsz. Titokban, nem akarod a rokonokat, a barátokat, senkit nem akarsz. Bejössz. Meg erre a kis időre persze, hogy bejárni. Érted? Ne, legyünk optimisták. Legyünk optimisták. Nem gondolok az élet, úgy elröppeni. Csak nincs még kis idő. Legyünk, nézzünk pozitívabban a jövőbe. Hát ha lesz freki. Nem mondod el, valószínű hallgatsz, mint a sír. Ugyanakkor 300 millió nem olyan nagy összeg. Nem, sajnos. Ugye, tehát nézzük meg, ahogy nő az összeg, vagy ahogy megvan az összeg, úgy nőnek a vágyaid. Akarsz egy szebb házat, akarsz egy szép kocsit, kicsit akarsz a gyereknek is félretenni, kicsit akarsz a családon is segíteni. Nem, tehát nem tűnik olyan nagyon nagynak, közben nyilván horror nagy összeg. Igen. Tehát az emberek nagy többsége soha nem lát ennyi pénzt, sajnos, se egybe, se külön, se részleteiben. Meg vagy 300 millióból? Hát kicsit meg. Azért abban nem, a pillanatban, amikor nem jövök be másnap, akkor meg vagyok. Mert a 300 az kitaláltad, hogy majd 30-ból veszel csak házat, 5-ért veszel autót. Nyilván mire odaérsz, addigra 90 lesz a ház, és 20 meg 25 az autó, de amikor te azt megnyered, akkor te tudod, hogy itt neked életed végéig nem kell többet dolgozni, de még az unokának se, egy év múlva el fog fogyni a lóvé, de szerintem azonnali döntés az, hogy nem megyek be dolgozni. Igen, de szerintem az nem működik, ebben igazad van, hogy mondjuk berakom egy bankba, és utána csak, mert nem bírod ki, hogy ne költsd el. Tehát az a félreteszem, és akkor majd nem nyúlok hozzá, élek a kamatokból, mert azért jön a kis ördög, nem? Hogy még kéne venni ezt. Kéne venni azt. Picit nem? Nagyobbat, picit extrásabbat, picit ilyet, picit olyat, igen. El fogod költeni egy éven belül, de amikor megnyered, akkor viszont szerintem akkor nagyon bármilyen. Olyan jó lenne tudni, hogy mi van ezzel a 22 sofőrrel egy év múlva. Tök jó lenne hallani, nem? Hogy ott nagyon ügyesen megforgattam, hogy 18-an újra felvették a munkát, és szeretnének újra buszsofőrök lenni. Tehát, hogy mi a lélektana ennek? Ezért az ember ezen filózgat, halottozol, ha nem, hogy mi a fenét csinálna 300 millió forinttal, ami nagyon sok is, és közben az ember tudja, hogy pillanatokat el lehet költeni. Hülyeség. És hogy, de hogy egy nem volt, aki bement volna dolgozni, az de is érdekes. Senki nem mondta, köszönjük szépen, nem. Valószínűleg összefutottak, hogy srácok, hát nyertünk, akkor hagyjuk a francba az egészet. Két hétig részegek felé, tehát. Hát mondjuk az igaz. Azért, de ők egy előtte is. Tehát, hogy... Hát mondjuk igen. Jani bevinni a magánsofőri az új Lexusában, írja valaki. Jani nem ilyen. Jani ugyanúgy fölülne az 50-es BKV-re, a titokban egyébként tartaná. Igen. Nagyon félne, hogy kiderül. Nem mondaná el senkinek. Mélyen hallgatna, és szerintem még a családja se tudna róla. Venne valahol magának egy várat. Egy van. Vagy felújítani egy várat. Nagyon nagy vízesárkot kérek. Szerintem én nem tudnám titokba tartani. Én valószínűleg eldumálgatnék azért ennek, annak, barátoknak, ismerősöknek. Szerintem te például biztos, tehát rólad nem derül neki soha. Soha. Mondjuk közülünk nyernél. Soha. Én nem adnám kölcsön a pecót a Rakiticsnek, az biztos. Na már megy. Ja, basszus. Nem hiszem el, hogy nem tudod visszafogni magad. Cristiano Ronaldo. 300 millióban nem mennél olyan pecót, csak mondom. Igen, oda a Rakitics nem menne hozzá. Az nem annyi volt. Az drágább volt, jóval drágább volt. Te? Te ilyen duhajkodós vagy. Azt nem. Szerintem nem mondanám. Nem, azt nem. A duhajkodás az igen. Én nálam nem érné meg az egy évet, az biztos. Ezt most megmondom nektek. Elköltenéd? Nem lenne az, de úgy, hogy okosan? Vagy nem. Haverokkal? Tehát a gyereknek két lakás. A negyedét elvinni az alvázvédelem, az alfa. Mi azt megcsináltatod, hülye vagy? Azért akkor csak egy új alfa, nem. Akkor nem? Biztos. Na, nem. Hát ebből az újból mondjuk, amit most hagyjál, láttam. Hagyjál, majd 300 millióból nem vennél egy Spider-t, vagy valami olyan alfa be az egyik nap a benzinkúzó, egy kis kétüléses kis ilyen Ferrarihoz hasonlító valami. Hát lehet, hogy azzal megkínálnám magam. Szóval nem rossz, amivel jársz, de azért de annyira biztos, ne legyél szigorú magadhoz. Biztos, hogy nagyon nagy buli lenne belőle. Szerintem. Valami igen, csak a bulit csinálsz, akkor megkérdezik, jönnek, hát csak kérnek. Na, akkor kifizetném őket, és vége is van. Igen, mondjuk a 300 még nem akkor, hogy titokba kellene tartani. Ugye, hogy mennyire máshogy csinálnám, mint nekem? Gyerekek, 300 millió forint nem annyi, hogy titokba kelljen tartani itt, Magyarországon. Dehogy nem. Nem arra gondolok, hanem hogy talán még nem borul meg annyira az életed, mert
muszáj okosnak lenned, mert nagyon van elme. Nyersz 3 milliárdot, ott belemész minden hülyeségbe, és tényleg... Mert azt gondolod, hogy sosincs vége. Mert sosincs vége, és nagyon elszállsz a realitástól és a valóságtól. 300 millió, egy jobb ház 80-100, egy jobb kocsi 20-30, már a felét tulajdonképpen elköltötted. Nem szabad feltűnőnek lenni, olyan dolgokat csinál, amiket korábban nem csináltál. Én láttad, hogy Janinak új tért azok nyilván vannak. Láttad? Ilyen névtelen jéger alsó bajár, de most van egy Nike jéger alsója. Azt a mindenit szerintem ők vitték el. Schlossenger öcsi. Eddig volt egy Schlossenger csuklószorítója, most kettővel jár az 50-es villamos. Hát igen, az már azért arra jó, hogy elindíts belőle valamilyen álmot, megvalósíts utat, szóval azért ez jó. Gyerekekre elkölti ilyenkor az ember? Félreteszel neki, hogy azt mondod majd, ha ő megkeresi, ez az enyém. Mi se kaptunk semmit anyánktól és apánktól. Szerezze meg ő is! Így van. Tessék. És ezt tudod miért van? Miért? Hát azért, hogy érjen, hogy fejlődjön, hogy járja ki, tapossa ki magának az utat. Ez a lelki érése miatt van. Igen, mi is csak szeretetet kaptunk, meg zsíros kenyeret, azt kapsz te is. Volt nekünk. De mert egy szép lakással nem indítod el? Tehát az, attól nem borul föl a gyerek, azt mond neki, hogy figyelj, kapsz egy szép lakást, ne azért kelljen gürizned egy életben, mert szerintem irális egyébként, hogy tényleg 30-40 évesen tudsz egy saját lakást szerezni magadnak, amikor már tényleg már azon kéne gondolkozott a gyerek család. Tehát hányan vannak, akik nem tudnak elindulni, mert még mindig ott vannak, hogy legalább legyen egy lakás. Az nem irális, hogy meg egy jó lakást alá tenni ebből. Azt mondja, hogy figyelj, akkor ez egy ebben segítek, egy szép lakás ottól szeretnéd, a többit neked kell előteremteni, nem? Irális? De nem irális. Egyáltalán nem. Nyilván, és ha mondjuk mi esetünkben még viszonylag kiskorúak a gyerekek, most megveszed, kicsit még kiadod, addig kamatoztatod, lelakják, és megkapja. Igen, ja, igen. Addig még valami előtakarékossági, amit majd megkap 18 éves korában, vagy nem. Mondjuk akkor neked másokat nem kell beletenni. Igen. Én rosszabbul járok, mert másfél éves a gyerek, minden hónapban pakolom, te már 18-ig lassan meg vagy egyébként. Nagyon súlyos egyébként, mert a DJ idején én csináltam egy ilyet a virágnak. Igen? De el is tűnt gondolom. Mi lett belőle? Mit? Mi lett belőle? Még semmi. Most elvesztetted a kötvényt. Most már csak 3 vagy 4 év van belőle hátra, és most kezdtem el gondolkodni rajta, hogy vajon megértemli ez a gyerek? Jó, oké, mondjuk ki, szóval megtartod. Hát, nyitottál egy ilyet, tényleg? Igen, és az a durva, hogy tehát amikor ezt csináltam, akkor annyira hosszúnak tűnt még, tehát hogy annyira az idő, ami a futam végéig van hátra, most meg csak néhány év van már, gyakorlatilag 2020-ba fog lejárni. Félelmetes, hogy elment. Tehát én ilyesmivel érdemes. Megértette szegetni? Jó, egy ilyen tényleg? Hát az anyját, igen. Azt tudom, azt láttam már, de hallani jó volt. Fialgat? Egyébként hozogat? Nem, egy lányunk van, köszönöm. De most tényleg kérdezem, igen, hogy megéri ezeket így fizetgetni, vagy meg, éppen meg, pénzednél, vagy... Tulajdonképpen meg, mert egy minimálisabb összeget, nem egy nagy összeget kellett befizetni havonta, és így szépen lassan így összegyűlt, meg ráadásul egy infláció követő is volt, úgyhogy szerintem teljesen korrekt. Hm. És pont amikor majd ő leérettségizik, akkor, akkor lesz majd egy kis tőkéje, igen, mert megkap belőle 50 rugót. Erre egy lányom itt az élet, igen, hús. Igen, egy bankkártya van. De mit tudom, ha mondjuk tényleg nyerni, elengednéd ezt az zoknistoppolók, röviden fürdők, semmi, nem? Nem lenne az, hogy egy évben 10 pamut zokni jár nekem, mert van 300 millió? Ugyanúgy stoppolná? Ugyanúgy megmarad jár, a minden? Jár is, de nem veszek. Nem, hát ez nálam tényleg egyfajta környezettudatosság, tehát hogy a zoknistoppolás. Vagy csak erre fogja. Igen. Jó, mögé azért olyan jó ez a környezettudatosság, mert emögé azért mindent el lehet bújtatni. Mindenféle zoknistoppolos történetet el lehet bújtatni. Szeretek stoppolni. Megnyugtat. Semmit nem változtat. Semmit? Semmit. Azt hiszem téged ez egyébként tényleg nem változtatna meg. Igen, maximum nyitnál egy cukrázát és az összes sütit elnéd meg. Igen. Egy krémes kérek. Nem adom oda. Ez enyémé. Azt lehetne utána? Nem? Most tudtam ki magamra. Két gudlábat kérek gyokorom. Nem csak egy, a másikat éreszem meg. Büdös kiüldálgatom. Zárva vagyunk. Vatkölykök. Büdös kölyköt ne gyertek ide vásárolni. Hát igen, igen. Ez egy pont ez a határ, ez a 300 millió egyébként. Hogy itt nagyon okosnak kell lenni. Hogy meglegyél. Jól befektetni, ügyeset csinálni belőle. Lenne kis vasút a várad körül? Hogy neked? Kérdez, így hallgatom. Több is van, mint elég. Minek? Tehát igény sincs erre, akkor meg mi? Aj, de szeretném tudni, hogy mi van velük egy év múlva, tényleg.
Ha választhatnál a lottóösztös és életed szerelme közül, te milyen autót vennél először? Jó, ugye szeretem ezt. Magyi kérdezi ezt tőle. SMS-ben, igen. Na jól van. Oké, okay, hát elgondolkoztunk ezen is, érdekes. Érdekes a lélektan ennek. Volt egy könyv a lottóötösökről, a magyar lottóötösökről, azt olvastátok, hogy, hogy mindenki vagy minuszban, vagy bukóban tönkrement élettel hát abszolválta élete nagy ötösét. Egy-ketten tudták csak ezt ügyesen megforgatni? Jó, most róluk érted, most hány olyan sztori van benne? 5 vagy 6? Hány lottóötös nyertes volt? Tehát se nem lehet hallani azokról, de szerintem többen vannak azért bőven, akik így elég jól megforgatták, vagy pedig szépen csendben. Nem szétkürtölve a hírt, éldegélnek valahol tök jól. Millió egy nyertes volt már mindenféle szerencséjátékokon, matrom nagyobb összegeket nyertek. Mi mindig ezekről beszélünk, hogy ja, és akkor hogy elherdálták, vagy nem hiszem. Szerintem a túlnyomó részt az van, hogy ezek az emberek jól befektették, berakták maguknak a takarékba, okosak voltak. Én szerintem nem ez a lélektan, szerintem általában pénzügyi analfabéták nyernek. Azért lottozom, mert nincs pénzed. Vagy szeretnél sokkal többet, és nem értesz a pénzhez. És belehergelnek, befektetsz, nem tudod, és seggére versz egy éven belül, nyilván kis kivétellel. Én szerintem pont a másik. Egyszerűen föltől elrugaszkodott dolgokat kezdesz el hajtani, csinálni, megélni a vágyaidat, álmaidat, de nem elfelejtesz racionálisan gondolkodni, és egyszerűen belepörgeted magad hülyeségekbe. Barátok, kölcsönadások, rossz befektetések, nyitok egy éttermet, nem értek hozzá, veszek két autót, összetöröm, ellopják, betörnek, és aztán 2-3 év van, nagyjából ugyanott vagy. A legnagyobb hibát szerintem tényleg a vállalkozással követsz. Hát az a legnagyobb hiba. Ott lehet, de tényleg. Tehát, hogy még azzal is jó nyilván. Igen. Tehát a bankba betenni az nulla. Tehát, hogy most már ez igazából nem hoz semmit nem hoz. Még ők maguk is azt mondják, hogy hát ezzel nem érdemes foglalkozni. De bármi más apró cseprő ügyességekkel, hogy nem arra mész rá, hogy most én arról hasznokat hozzon, akkor azért azt meg lehet forgatni, hogy be lehet fektetni úgy, hogy jön belőle vissza szépen. Vizelrészvénytesó most nagyon lenn van. Igen? Igen. Azt kell, hogy mondod. Árvasokrás játszunk, már itt is a hallgatónk. Macskos angolok. Rohadt Brexit, de hülyek vagy te. Tusko. Ti is elhisztek minden hülyeséget. Így van. Azt ez is megérne. Hol van ez a két csáv, aki belehergelt bennetek. Sehol. Elmentek balra. Ez is megérne egy misét. Beszélhetünk róla. Igen. Na játsszunk, most itt van a hallgató már is. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Zoli, hello Zoli! Ciao. Honnan hívtál? Sziget-Szentmiklósról. Mit csinálsz? Most éppen szabad napom van. Eljátszottál kicsit? Felültél velünk erre az érzelmi hullámvasútra? 22 buszsofőr, 300 millió fejenként, sok kevés, kelnél hajnalba, csinálnád, ugyanúgy dolgoznál. Megették a társaságot, nem tudom. Hát, közösen együtt lehet, mert ugye 22x300 millió, azért az sok. Te mit csinálnál, vagy változna az életed szerinted? Biztos változna, de hát leülnék gondolkozni, hát egy hónapot csak azzal töltenék, hogy mit kéne ezzel csinálni. Nem tudom. De ugyanúgy elektroműszerészkednél, vagy valószínűleg azt abbahagynád? Nem. Hát ezt vállalkozásban csinálom, de hát valószínűleg ezt fejleszteném tovább. Aha. Ezt a vonalat. Igen, hát ez is egy jó kérdés, valaki persze tovább csinálná ugyanazt, csak egy picit máshogy. Milyenek a kérdések, Jani? Legközepes. Hát ugye tegnapról megmaradt 2, és sajnos a tegnapi játékosunk elvérzett az első kérdésen. Most ezt kicseréltem gyakorlatilag egy nagyon triviális, könnyű kérdésre, úgyhogy szerintem lehet hasítani. Menjünk akkor? Menjünk. Így szól az első kérdés. Melyik város szokták örök városnak nevezni? Róma. Így van, de jó vagy. Hát ez olyan szép város. Gyönyörű város. Igen, az egyik kedvenc városom. Hány csillag alkotja a Göncöl szekeret? Így szól a második kérdés. Nagyot vagy egy kicsit? Nagyot. Okos kérdés, de nagyot. A nagyot. Itt vagy? Igen, szerintem... Netezel? 7. Így van! Netezel? És azért becsapos egy kicsit a kérdés, mert a kicsit is. A kicsit is? Aha, kicsit is. Igen, csak más. Nagy medve, kis medve, nagy göncöl, kis göncöl. Jó, ne villog el már. Ja, bocs. Na, azt mondja, hogy mi legyen a harmadik kérdése? Menjünk. Így szól a harmadik kérdés. Mire használják a Schublert? A Schubler az a tolómérő. Meg is vagyunk. Ennyi, így kell csinálni. Ahhoz mérése tulajdonképpen. De jó vagy. Kiváló kérdések, nagyszerű játékos, gyönyörű ajándékcsomag. Császár műsor.
Hihetetlen. Fantasztikus. Még a szakmunkásban találkoztam a Schullerrel még annól nagyon régen. Ja, hát itt könnyű. Zonikám, cson nélkül küldjük neked az ajándékcsomagot. Tényleg fendet. Ügyes vagy, szép, szépen kvejtések voltak. Köszi a játékot. Köszönöm, sziasztok. Köszi, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Zsőci, szólj már egyszer Gyulának, hogy csináljon valamit a telefonnálókkal. Hogy jó, rendesen jó, telefonáljanak. Keresse meg mindegyiket. Jó, mindegyiket egyesével ne így telefonáljanak. Fogja a kis táskáját, és menje már be a pult alá. Ott van egy barlangjárat, amit csak ő ismer, különböző technikai cuccok, hogy nagyon halkak a telefonálók. Nem tudom, kifelé is. Kifelé is? Igen. És a szerkesztőket is keresünk, nagyon hal kifelé a hang a szerkesztők irányában. Nem hallják. Vagy én hallom csak halknak a telefonálókat? Nem, én is nagyon halknak hallom. Ugye? De ők hallanak minket. A telefonálók vagy aha. A szerkesztők? Mind a ketten. Ők hallanak, nem tudom, adásban mennyire halk ez. Nekem egy picit annak tűnik. Jó van. 9:50, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Senki nem menje sehol. 3:10 lesz pontosan. 3 perc múlva. Feri, neked menned kell, azt mondtad. Menned kell, sajnos. Menned kell, sajnos. Szevasztok. Szevasz. Holnap vagy? Miért ne lennék? Hát csak érszem, most hogy barizzunk, és úgy váljunk el, hogy szeretgetjük egymást. Majd írok SMS-t, jó, később. Magam az ölelek. Én nem élem. Vagy mi van veled? Na. Semmi egyébként. A Backstreet Boys, mi? Az betette az ajtót. A Backstreet Boys. Fú. Most akkor nem mész? Van, nem. De megyek. Ja. A Brexit Boys. A Brexit Boys. Johnson és Farage. A nagy duó. Hát, ha csak nekünk tette volna be, ugye? Hülye angolok. Angol hülyék. Angol hülyék. Nem normálisak. Hát, fene se tudja, tudod, szóval, hogy... De már tudják. Ezért már rájöttek szerintem. Igen. Most már ők is rájöttek. De most elhangzott az a mondat, hogy mégse kell kilépni feltétlenül. Hát elviekben ugye most arról van szó, hogy akár alkotmányellenes is lehet, hogyha a képviselőház nem szavazza meg. Tehát önmagában az, hogy az emberek azt mondták, vagy az emberek egy része azt mondta, hogy ők szeretnének kilépni az Európai Unióból, ez nem jelent semmit. Jól működő demokráciákban azért ez sokat. De sokat jelent, ez de egy jelzés értékű dolog. Tehát, hogy nem, nincs kötelező érvény a népszavazásnak, de hát azért nálunk fejlettebb demokráciában ezt mégis kötelező érvényének veszik. Elvileg egy ügyvédi irodát most egy titkos megbízó megbízott azzal, hogy jöjjön rá azon joghézagra, amire rá is gyorsan, hogyha a parlament nem fogadja el, akkor elvileg a dolog megfúrható. És hát most ugye, ezen megy a tökölés, a Cameron pedig óvatosan azt mondta, hogy menjen mindenki nyaralni, majd ősszel bejelentjük, hogy mi valóban kilépnénk, de nem tette meg. Valószínűleg lemond, tehát abból ő már nem tud visszaátrálni, de... Szóval ezért nagyon veszélyes, igen, az egyszerű, élelmetes. Sokszor egyszerű választópolgárnak megpengetni azért az ilyen kis populista hangvétel dolgokat, lépjünk ki, hogy akkor ő azt elhiszi, hogy ki kell lépni, és aztán rájön, hogy ez nem olyan jó. Kiderült, hogy nagyon sokan azt se tudták, hogy mire szavaz. Igen, a populizmus azért ez egy veszélyes műfaj. Igen. Veszélyes műfaj, visszaüthet. És azért félelmetes nagyon ez a dolog, mert ahogy te is fogalmaztál, nálunk fejlettebb demokráciákban, hogyha ott megtörténhet, akkor hát ne gondoljuk tovább a dolgot egyrészt. Másrészt meg azért csak így tanúságképpen, meg így jelzésértékkel, hogy az a két ember, ugye Johnson és Farage urak, akik behergelték az embereket, akik végigvitték, úgymond ezt a dolgot, mint egy élethivatást, azok az emberek most szépen kihátráltak az egész történet, egyikük sem akar miniszterelnök lenni. Egyikük sem. Kemény. Mert hogy nem tudod, hogy hova vezet. És akkor te elmentél, szavaztál valamire, adott belehergeltek, és nem tudom, amit elhittél. És most azt látod, hogy így a lovak közé van dobva. Ami kiderült, hogy egy csomó hazugságot tartalmaz, hogy nem. Persze. Igen. Most gondolod, de a hangját ennyire megrengeti, az, hogy kiléptek. Ilyen szinten szakad be a font, meg minden, és még ennek milyen hatásai lesznek. Mi lenne például, akár mondjuk velünk, érted? Mert itt is hallani azért ilyen hangokat, hogy most akkor nekünk is ki kell lépni. Ezt az országot konkrétan az EU tartja, megfinanszírozza. Hát miről beszélünk? Igen. Nem normálisak egyébként. Én azt hittem a britek ennél okosabbak. Tényleg. Hogy ők azért ezt így reálisan látják, hogy ez valójában miről szól. Hát ugye a felmérések szerint vidéki, aluliskolázott 60 év felettiek voltak azok, akik alapvetően megszavazták a kilépést. Tehát, okay. hogy az, hogy a londoniak meg egész London azt szeretné, hogyha ők bennmaradhatnának az EU-ba egészen fura módon, ők bennmaradhatnának az Unióban, és továbbra is fenntarthatnák a gazdasági kapcsolatokat az Unióval, hát az önmagában már jelzi, hogy... Ez egy érdekes sakmat helyzet, ugye az ország vezetése nem akar kilépni, nincs az országnak most valódi vezetése, közben a nép egy része ki akar, de nem kötelező érvényű az ő népszavazásuk, tehát elvileg nem kellene, viszont azért egy fejlett, jól működő demokrácia, nagyon érdekes, hogy mi lesz ebből. Nagyon kíváncsi vagyok. Valószínűleg kilépnek, ebből nincs visszaút.
tehát ha a tömeg úgy döntött, a nép akkor úgy döntött, igen, de ugyanakkor meg a felelős politikusoknak valahol az is a dolguk, hogy megóvják az embereket valamitől, amire nincsen rálátásuk, vagy nincsen vele kapcsolatban elég információ. Hát a felelős tehát, hogy nekik egy hát ez egy nagy zsákutca, igen, volt a Cameron-tól, hát ezt ő dobta be. Ez óriási öngolt lőtt. Na azt mondta, majd akkor higgyétek el, hogy megszavaztatom a népet, ők úgyse akarnak kilépni. És aztán, mégis. Aztán ki akartak. Hát ez egy baromi nagy politikai tökönszúrás volt. De valószínűleg volt egy pillanat, amikor felhívta a privát bankárat, és mondta neki, hogy dollárt szeretne venni sokat a fontjáért. Na mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Én tegnap beszéltem Julival egy fél mondatot, és én nem is tudom már pontosan mit mondott, de aztán föl is hívtuk, mert elmondta, hogy éppen most viszik el a rendőrök, vagy valami ilyesmit mondott, és ma felhívtuk, hogy végülis tényleg mi történt vele. Mondja már el. Azt, hogy le kell raknia, mert most visszanyomnak minket a rendőrök, majd lerakta. Ma felhívtuk reggel, és kiderült, hogy ugye hát a gyerekek táborba, hova megy az ember, ha nem a ligetbe tüntetni egy kicsit. Persze, elmondta, hogy mi történt tegnap a ligetben. Ott volt, szórakoztak egyet Miróval, kimentek tüntetni. Úgyhogy felhívtuk Julit, meséljen, egyáltalán kint van, bent van, szabadlábon van, hol van most. Juli túlélte a tüntetés. Ennyi. Moziban már voltak, shoppingoltak, és most mi lehetett volna jó? Csak egy jó kis kest tüntetés. Igen. Valamint megcsináltuk a tegnapi témánk folytatását, éttermesek, boltosok sztoriait vártuk, hogy milyen az, amikor hát megérkezik a vevő, vásárolni szeretne, és az, hogy kiszolgálják, kaptunk izgalmas SMS-eket, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Szia, Feri! Sziasztok! Jaj, majd akkor küldjenek egy SMS-t mindenképpen. De rendes. Nekem nem kell. Hát olyan jól esett, mert sose szoktál csak azért, hát, nem csak nekem, senkinek. Mondtad, hogy menned kell, majd itt ülsz, neked, és nem indulsz el. Hát már próbálok, hogy menjél már. Mondtam, hogy most ezt még megbeszéljük, nem sietek annyit, csak mondom, egy picit hamarabb kell, egy 10 perc. Ezért kell csinyambálni az én álságos, érzelmes megnyilvánulásokkal. Látod, mert rád visszaüt. Most háromszor elköszönök tőle, kijön ki belőle rossz, mert én, hogy nem szoktam köszönni. Hát nem is értem komolyan. Most már megvárom az végét. Megvárom a végét, hát ha még egyszer mondod ezt. Na mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szevasztok, hova lett a Feri? El kellett mennie. Hát, van valami kontroll, amire vissza kell járnia, és megint odajött, mert hát megint bepirosodott neki. És igen, nagyon csúnyán. Csúnyán, és ilyenkor tudod, hát én mondtam, hogy akkor ne várja meg a következő kontrollt, menjen el, mert... Van ez a nagyon fura betegség, viszonylag ritkán kapják meg az emberek a kloáka hegesedés, és most, igen, most amiatt. Ráadásul, hogy nekem mondta, hogy nem olyan, hogy senki, piros pöttyök vannak a makján. És mit tudom én? Hát tudod, hogy ebben a korban már minden nyűk. Hát egyet kérek, mikor nem vagyok itt, rólam ne beszélj. Nem, jó, köszönöm szépen. Az olyan, hogy úgy néz ki most neki a kalapja, mint a légyülő halocája. És tudod, igen, azért az már kellemetlen idő után, főleg, hogy itt gyerekek is vannak. Feri, én kérek elnézést, hogy megmertem kérdezni, hogy hol vagy. Túlzattak a heréjé, láttam, hogy tudod, ilyen furán kékek és kocsonyások. És mit csináljon az ember? Persze, hogy menjen el, dobja az ember. Feri, ne játsz, ez nem játék. Hát persze, hogy menjen el. A velencei tó mellett vannak is múltkor, és amikor látták a nyugdíjasok, hogy belebrunyált a tóba, aztán fél perc múlva följöttek a öröszárnyok keszegek hassal fölfele. Azért az értem. Ott azért már el kell menni orvoshoz. Hallottad Hajdú Bérészek kommentálását? Hát én küldtem a Janinak. Ó, hát gyerekek, felrobbant az internet. Gyermekem találta, és egyszerűen fetrengve röhögtünk a nappali padlóján, tehát egyszerűen ez nagyon nagy. És azóta vannak újabbak egyébként, ez óriás. De mindig az első a legjobb. Mindig az első a legjobb, igen. Egy picit még csak hogy zárjuk, hát csak azért, mert hátul, aki nem hallotta, ilyen lenne a Hajdúbi részegen kommentálna, a világ lehető legprimitívebb hangjátéka egyébként, tehát annyira egyszerű. De vicces, ez a lényeg. De szenzációs, jó, igen. Csak és jönnek is tornyaink előre. Nagyon szeretem. Indul Szalai, és vissza lehet tenni Klenheslenek, és újra Szalainak, és ott a gól helyzet, és a gól! És a gól! Szalai vezet Magyarország! Szenzációs. 550 nap után lehet az piszkálni, pöckölni, tuszkolni. Nagyon megvan, nem? Óriási. Egy ide! És itt tör ki a végén belőle igazán. És micsoda támadás volt! És nincs les! Hát nagyon jó. És nem kell nagy gól, át
kell a kapus alatt valahogy juttatni. Na jó van, hát ennyi, hallgassátok meg az interneten. Ilyen lenne a Hajdú Bérészeken kommentálna, nagyon szeretjük. Halálosan egyszerű, de hogy ez egy ilyen egyszerű dolog. Megvan már a portugál mesnek is a magyar. Tényleg? Meghallgatjuk, na. Meghallgatjuk. Na gyorsan hívjuk a naphallgatóját, ha mondja egy morning show, akkor kap egy szép ajándékcsomagot. Aztán elbúcsúzunk, mert jön Csabi. Morning show. Oj, de gyors vagy, így van, hello. Sziasztok. Szia, hogy hívna? Antal Gergely. Gergő. Gergő, ugye jól mondom, igen. Hozzászóltál a lottóötös témánkhoz, azt írtad, ha választhatnál a lottóötös és életed szerelme között, te milyen autót vennél először? Nagyon szeretném a SMS-ödet. Mazsiként írtad a Liza Bece neved? Hogy tessék? Mazsiként írtad a Liza Bece neved? Igen, ez a Bece nevem. Okay. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Dolgozom, Pesten. Pesten dolgozom. Jól van, helyes volt az SMS-ed, nevettünk rajta. Egy szép kis ajándékcsomaggal hálálnánk meg, hogy minket hallgatsz. Jó? Köszönöm szépen. Köszi. Ciao, hello, hello. Szia, szép napot. Csabikám, milyen zenéi lesznek? Remek zenék? Hát sokat agyaltam, hogy mivel tudnám a mai zenei kínálatodat megfejelni. Bármit hozhatok, tehát innentől kezdve. Jó, kicsit tágítottuk az inger küszöböt. De azt gondoltam, hogy mivel Justin Bieberről naponta megjelennek új hírek, most például elment Miami-ban wakeboardozni, úgyhogy nem vitt magával fürdőgatját, úgyhogy alsóban nyomta, és hát természetesen hogy nem az interneten már is fenn van. Ezért azt gondoltam, hogy jó Justin Bieberrel megfejelem a mai zenei kínálatodat. Legalább neked tetszeni fog. De ez hír, hogy alsógatjában nyomta fürdőgatja helyett? Hát most mondd meg, az interneten minden bőle. Hír. Igen. Félek, hogy a kép is van róla. Róla meg van. Főleg egy olyan ember, aki 100 millió albumot adott el eddig, nyilván nem tudott volna beugrani egy... Ennek van egy röpke 80 milliós lájkolója, vagy like száma a Facebookon, tehát hogy lehet, hogy ő maga generálja ezeket a híreket, hogy még több legyen. 80 millió a lájkolják? Annyi az oldal? Azért ez nem gyenge. Azért ez elég komoly szám, nem? Igen. A Katy Perry túlszárnyalja neki 84 millió. Azt a ő miket posztolhat? Tökre nem meg, amikor az Instán látom, hogy már 122 ezeren vagy. Az nem rossz. Nem rossz. Én ezt úgy szeretem, a kis instás közösség. Na jó van, Csabikám, jó munkát neked, jó? 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek Csabitól dalt, ha szeretnétek, mi pedig jövünk. Holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.